kapcsolattal kapcsolatban a házasságtöréshez egy férjezett nő szükséges. Pont. Amennyiben a nő nincs férnél, az nem házasságtörés. Teljesen mindegy, hogy a férfi házas vagy sem, amennyiben a nő független nincs férnél, az nem számít házasságtörésnek az írás szerint. Az, hogy mi az, amit mi gondolunk, ugyanúgy, ahogy az alkoholivással kapcsolatban, az, amit mi gondolunk, vagy az, amit a társadalom annak tart, vagy ahogy én érzem, stb. Az másodlagos és jelentéktelen. A lényeg az, hogy az írás egyértelművé teszi azt, hogy a házasságtöréshez egy olyan nő szükséges, aki férnél van. Abban az esetben teljesen mindegy, hogy a férfi férnél van vagy sem, ez a házasságtörésnek minősül. Az érdekessége a dolognak az, hogy amennyiben a férfi házas, a nő viszont nem, az nem számít házasságtörésnek az írás szerint. Paráznaságnak igen, a mai értelemben vett paráznaságnak, a paráznaság bűn, és a paráznaság nem jut be a királyságba, aki ilyen életmódot folytat, azonban ez egy más kategória, mint a házasságtörés. A házasságtörés egy nagyon komoly bűn, különösen akkor, amikor annak tükrében, ha visszaemlékszünk, a Sínai hegyen házasságot kötött Jahua és Izrael, és utána Izrael tovább állt, és más istenekkel, úgymond hatalmasságokkal paráználkodott, illetve megtörte ezt a házasságot, és ezért a későbbiekben elvált tőle Jahua, ami a törvényeknek megfelelően történt, hiszen a megváltó is elmondja, hogy a házasságtörés, illetve a paráznaság az egyetlen ok, amiért meg lehet szüntetni a házasságot. Ebben nem megyek bele most a versekbe, abban a videóban benne volt, akit érdekel, nézze meg. A lényeg, ezt akartam elmondani, hogy tiszta legyen mindenki számára, hogy működik a házasságtörés. Ezért fontos, hiszen a házasság reprezentálja azt a kapcsolatot a férfi és a nő között, ami a megváltó és az őt követő emberek csoportja, azaz a gyülekezet, az eklézia között kialakul. Ennek a képe, minden, ami a Földön történik, az a mennybéli dolgoknak a képe. Ezért mondja, hogy jöjjön a te országod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Innen ered az a híres, szabadkőbűves mondás, hogy ez above, so below, ahogyan fent, ugyanúgy lent. Szóval, ezért fontos megérteni azt, hogy hogyan működik a házasság. Jahua maga házasságot köthet több, úgymond mennyasszonya, hiszen házasságot is köt, hiszen Jahuda, az északi királyság és a déli királyság, ugye mindkettő vissza fog menni, tehát lehet több felesége egy férfinek, azonban a nőnek nem lehet több férje. Ez az egyébként, amiről rengeteg szó esik az úgymond új szövetségben, hiszen ez az a téma, ez az egész metafora tulajdonképpen, ami körül forog az egész könyv. A házasság a Sínai hegyen, onnan a házasságtörések sorozata, a válás és a folyamat, ahogyan visszakerül a nép a teremtőhöz. Erről szól a könyv. Kiválasztja a mennyasszonyt, megmutatja neki először is, ugye kiválasztja a mennyasszonyt, elvezeti őt a helyre, amit számára kialakított és elképzelt, házasságot kötnek, a mennyasszony hűtlen lesz, folytatja a hűtlenséget minden próbálkozás ellenére, elválnak, elválik a másiktól is, és vissza, meg és a folyamat, hogy hogyan tudja visszacsábítani magához. Úgyhogy ez az egész könyv erről szól. Ezért fontos megérteni, hogy működik a házasságtörés. Úgyhogy ennyit arról. Több nehézség. Én nem is értem, hogy miért foglalkoznak ennyit ezzel az emberek.
A többneműség egy olyan dolog, ami legális az írás szerint, úgyhogy teljesen mindegy, az megint csak, hogy mi mit gondolunk róla, hogy ez belefér a mi erkölcsi kódexünkbe, vagy nem, vagy ez fair, vagy sem, vagy ez jelentéktelen. A lényeg az, többneműség az a Tora szerint lehetséges, egy férfinek lehet meghatározatlan számú felesége, amennyit el tud tartani. A probléma az, hogy szerintem a legtöbben úgy képzelik el a többneműséget, hogy hát, hogy is mondjam, mint ahogy az történik ma a világban. Mint egy ilyen parázna történet, hogy mondjam, mindenki össze-vissza alszik mindenkivel, meg mindent csinál, amihez kedve van. A többneműség egyáltalán nem így szól, nem erről szól. Én javaslom mindenkinek Ábrahám esetét, hogy vizsgálja azt meg, vagy Dáud király esetét, így működne a többneműség. A földet, ugye a parancs az volt, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, népesítsétek be a földet. Egyszerűbb benépesíteni a földet, ha egy embernek több felesége van, arról nem beszélve, hogy akkor földművelés folyt, óriási területekről, rengeteg munkáról volt szó, több úgymond idézőjebb munkaerő szükségeltetett, ezért a több feleségnek megvolt az értelme. Manapság az ember, mikor magát alig tudja eltartani, nehéz ezt megérteni, de attól függetlenül még ez ugyanúgy legális lenne. Ez az egyik dolog. A másik, és nem megyek bele a versekbe, mert a videóban ez benne van, már nem akarok ezzel több időt eltölteni, csak azért, hogy értse mindenki, hogy miről is van szó pontosan, mert szerintem az emberek fejében más dolgok élnek, mikor ott többneműségről van szó. Az, gondolom az van, hogy mindenki dolgozik, aztán a férfi megcsinálja az ő dolgát, azt otthon ül, mint egy háremben, és akkor ez a helyzet. Ez nem így működött régen. A férfinak meg volt a felelőssége, volt a családfő, volt az, aki tanította az egész család, aki dolgozott, aki harcolt, stb. A nőnek egész más feladat volt, mint ma. Úgyhogy ezt ma nehéz elképzelni, hogy ez működőképes legyen. Ez az egyik. A másik az, hogy két esetőség lehetséges. Vagy már van egy házasság, és abba próbálunk többneműséget létrehozni, vagy még nincs házasság, és abba. Úgyhogy elmondanám a kettő közti különbséget. Amennyiben egyszerűbb eset, még nincs összeházasodva a két fél, a férfi és a nő. A férfi kötelessége és feladata úgy, ahogyan a Teremtő csinálta Izraellel, meghatározni a szabályrendszert, hogy mi az ő szabályrendszere, amiben ő élni szeretne ezzel a nővel. Vagy bármelyikkel, akit ő kiválaszt. Meghatározza a szabályrendszer, természetesen érdemes, ha ez a szabályrendszer a Torára épül, hiszen ez az egésznek az értelme. Amennyiben nem, úgy nincs is miről beszélni itt most. Én most arról beszélek, aki úgy szeretne élni. Ha a Torára épül, akkor az az elsőleges és az a legmagasabb szintű hatalom a döntéshozásban, hogy mit mond a teremtő szava. Egy, kettő, hozzon annyi szabályt, amennyit csak szeretne. Ha ő a sportosat szereti, ha a soványat szereti, ha a vékonyat szereti, ha az okosat, aki olvas, aki ír, aki rajzol, aki fut, akármi. Írja bele azokat az a dolgokat, amiket ő szeretne ebbe. A nő elfogadhatja, vagy nem. A nő döntése az, hogy belemegy a házasságba, vagy sem. Amennyiben belemegy, megcsinálják a szerződést, megvannak a tanúk, megkötik a szerződést, és onnantól kezdve van egy házassági szerződésük, és ők e szerint élnek. Én azt javaslom, aki ez előtt van, vagy aki ezen gondolkodik, az írja bele, hogy én fenn akarom tartani a lehetőségét annak, hogy a jövőben több feleségem legyen. Amennyiben a feleség azt mondja, hogy jó, én ebbe beleegyezem, halleluja. Beleírhatja azt is, hogy én fenn akarom tartani a lehetőségét annak, amennyiben mind a ketten megegyezünk, hogy több feleségem legyen, akkor lesz. A feleség rábólintat, és azt mondja, hogy jó, oké, halleluja, majd meglátjuk, hogy hogy fogom látni. Ez a legtisztább és a legegyszerűbb módja ennek az. Én tudom, hogy ez senkit nem fog érinteni nagyjából azok közül, akik ezt hallgatják, de szeretném, hogyha lenne egy ilyen pont, ahol ez el van magyarázva,
mert úgy tűnik, hogy a lényeges pontok kimaradnak bizonyos emberek tanításaiba és gondolkodás menetében. Szóval ez a módja annak, a szabályzatba, a szerződésbe belefoglalt mindenki, amit akar, aztán a másik vagy elfogadja, vagy nem, ha nem fogadja el, akkor viszlát, ha elfogadja, akkor halleluja, van egy házasság. Utána, amennyiben problémák merülnek föl a későbbiekben, meg lehet nézni a szerződést, hé, itt van, aláírtad, benne volt, elfogadtad, ez alapján haladunk szépen tovább. Természetesen a kettőnek az a feladata, hogy kidolgozza a problémákat. Nem az, hogy az első problémára elváljon, mint ahogy az van, hanem kidolgozza az egészet úgy, ahogy a teremtő velünk dolgozik, ugyanúgy két ember kidolgozza a problémát egymás közt, ahogyan ő kidolgozza velünk szépen, türelmesen. Erről szól a házasság, ezért az a képe a mi és a megváltó viszonyának, az Elohim szavának és végezetül az atyához való viszonyunknak. A másik eshetőség az, amikor már van egy házasság, amikor mi már a házasságban élünk. Ebben az esetben, és ez nem parancsolat, ez az én meglátásom, nem fair előhozakodni azzal, hogy én akarok egy másik feleséget, de nem csak, hogy nem fair, hanem szerintem nem is okos gondolat. Mert nehéz elképzelni azt, hogy egy nő egyrészt ebbe beleegyezzen, ez az egyik, a másik pedig vajon mit fog érezni, amikor ezt meghallja. Már csak azért is, mert hogy van az, hogy eddig jó voltam, most, hogy megtudtad, most már kell még egy, meg még egy, meg még egy. És ez az egyik, a másik pedig menet közben szabályokat változtatni, meg szabályokat hozni. Az nem tanácsos. De ettől függetlenül a Tora instrukció szerint lehetséges. Úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy nem teheti meg a férfi. Az az egyik dolog. A másik az, hogy a salom, a béke lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy nekem legyen még két felesége. A másik az, hogy mi az oka annak, hogy én akarok több feleséget. Ezen is érdemes elgondolkozni. Amennyiben az, hogy az ember a test kívánságait kielégítse, az nem feltétlenül megfelelő ok. És nem csak, hogy nem feltétlenül megfelelő ok, hanem problémákhoz fog vezetni, mivel a szellemiség, amelyben a döntés megszületik, nem a teremtőtől van. Úgyhogy, amikor már van egy házasság, és abban szeretnénk ilyen szabályokat meghozni, akkor érdemesebb együtt kidolgozni azt, és megbeszélni, és együtt döntésre jutni, mint pusztán azt mondani, hogy hé, ez le van írva, én akarok még egy feleséget, úgyhogy let's go. Találjunk egyet. Ezt gondolom a több nemiségről ennyit igazából nem hiszem, hogy ez érint bárkit is, de ha esetleg igen, akkor a több nemiség több problémával jár. Gondolom az egy nemiség egyedül is épp elég problémája van az embernek. Erről beszél Saul. Pá. Kettőnek még több problémája van, és a királyságra is figyelni kell, plusz a másikra. Képzeljünk el azt, hogy van egy harmadik. És az milyen problémákat okoz a kettő között, a három között, plusz még az ember koncentrálni szeretne arra, hogy járja az utat, amit kijelölt a teremtő. Úgyhogy ennyit a több nemiségről, én nem is akarok több szót erre vesztegetni. Házasságtörés megvolt, több nemiség megvolt. Van itt egy kérdés, szellemi fogyatékkal élőkkel mi fog történni végítéletkor? Fogalmam sincs. Elmondhatom azt, amit én gondolok, mivel a Teremtő úgy fogja megítélni mindenkit, ami a tudása szerint, mint ahogy minket megítélne. Tegyük fel valaki teljesen épkézláb ember, megtörténik a bemerítés, egy évvel később meghal,
Nyilván, az, vagy 2 évvel később meghal, a 2 év alatt elkövetett X mennyiségű bűn tudatlanul. Nem tudjuk, hogy mikor van a szombatnap pontosan, mikor vannak az ünnepnapok, mit kell pontosan csinálni, hogy kell öltözni, hogy kell beszélni, mi nem tudjuk, hogy mit eszünk, milyen dolgokat iszunk meg. Számtalan dolgot nem tudunk. Feltételezem, hogy, mint ahogy mondja is, mindenkit azért fog megítélni, amit ő tud. És amit tudatosan csinál. Amit nem tud, azért nem lenne. Hogyha mindenkit megítélne mindenért, akkor nagyon kevesen, ha egyáltalán valaki eljutna a királyságba. Úgyhogy mindenki azért felelős, amit tudatosan csinál. Mindenki felelős kordában tartani egyrészt a testet, másrészt a saját elmét. És az, aki súlyos szellemi fogyatékkal él, az igazából sokat nem tud tenni annak érdekében. Ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek. Bizonyos kori. Szóval én úgy gondolom, hogy azok ugyanúgy eljutnak a királyságba, sőt, lehet, hogy ez automatikusan azt jelenti. Ez az egyik. A másik az, hogy amikor azt mondja, hogy a legkisebb lesz a királyságban, aki pedig betartja és tanítja, az pedig nagy lesz a királyságban, akkor arra gondol, egyrészt, aki nem tartja be és tudja, az legkisebb lesz az első jut oda. Úgyhogy aki, szerintem aki arra pályázik, hogy ő nem csinálja, és majd ő a legkisebb lesz, az egy rossz stratégia. Szerintem az erre gondol, aki legkisebb lesz, aki alig tud valamit, ennek ellenére megvan benne a szellemiség, és úgy él az írás szerint, az eljut oda, csak egész egyszerűen nem lesz akkora a szerepe. A királyságban is az, hogy hierarchia, az izraeliták, ugye a királyság és a papság, és az összes többi ember, aki oda eljut, mindenki ki a cselekedetei alapján meg lesz ítélve, és olyan funkciót fog betölteni majd ott. Gondolom azokkal, akik fogyatékosok, a gyermekek, a csecsemők, akik meghalnak, stb., akik meghalnak olyan helyeken, ahol fogalmuk sincs senkinek a törvényekről, biztos ott is vannak jó fejek, meg úgymond rosszabb emberek. Én most nem akarok belemenni filozófiába, azért is akarom ezt rövidre zárni, de úgy képzelem el, hogy vannak törzsek, akik sose hallottak még a megváltóról, vagy a Bibliáról, vagy semmiről. Ott is vannak jobb emberek, meg rosszabb emberek, ott is valaki meg kell, hogy legyen az esélye mindenkinek. Az, hogy legkisebb lesz, vagy nagy lesz a királyságban, az erre utal. Úgyhogy szerintem ez a helyzet a szellemi fogyatékkal élőkkel. Ezzel kapcsolatban ennyit. Nézzük meg, mert találtam nagyszerű dolgokat azzal kapcsolatban, és most meg fogjuk nézni az írást, hogy remélem, hogy összetudtam szedni azokat a dolgokat. Nézzük meg először, hogy mi a bölcsekedés és mi a bolondság a teremtő szerint, mert én mindenkinek azt javaslom, és ez nem én vagyok tulajdonképpen, aki javasolja, hanem maga az írás, és azt hiszem, hogy erről már a múltkor is volt szó. Igen. Ez Prédikátor könyve 12, ezt mindenkinek bele kellene vésni az agyába, amennyire csak lehet. Vagy felírnia, és kitennie maga elé. Prédikátor könyve 12-14. Mindezekből, fiam, intessél meg, a sok könyvek írásának nincs vége, a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Ha semmi másra nem emlékszik az ember, ez tartsa észben mindig. Sok könyvek írásának nincs vége, és sok tanulás fáradtságára van a testnek. Ez az egyik. A másik pedig villámgyorsan ehhez kapcsolódva, már amennyire villámgyorsan meg fogom ezt találni, mert igazából előkerestem, de... Oké. Szóval még egyszer, a sok könyvek írásának nincs vége, a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Fölösleges sok könyvet olvasni. Időpocsékolás. Időpocsékolás mindenféle filozófiát, teológiát, elméleteket, tudományt,
meg ilyen ostobaságokat olvasni, és azt gondolni, hogy ez vagy kikapcsol minket, vagy pedig ebből lehet tanulni. Ebből nem lehet tanulni, ezért írta le, hogy a sok könyvek írásának nincsen vége, nincs értelme, elfárasztja az embert fölöslegesen. Nézzük meg, mit mond Saul 1 Korintusi 1-ben. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nem de bolondsággá tette Elohim e világnak bölcsességét, mert minek utána az Elohim bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Elohimet. Tetszik Elohimnek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Fölösleges a világ bölcsességével foglalkozni. Elohim bölcsességében nem tudta a világ a bölcsessége által megismerni a teremtőt. És tetszett Elohimnek az, hogy azok, akik az igéről beszélnek, bolondnak tűnnek. És azok a bolondok, akik ezt elhiszik, akik most itt vannak, akik hallgatják ezt, akiket a világ bolondnak néz, azok az emberek azok, akik a végén egy részük el fog jutni oda, ahova akar. Az ige hirdetés bolondsága által tartja meg a hívőket. Úgyhogy akármennyi könyvet olvas az ember, én szerintem butább lesz a végén, ha csak nem a teremtőnek valami célja van azzal az emberrel. És szerencséje van, és kijön, mert minél több információhoz jut az ember a világból, annál jobban összezavarhatja a fejét. Ezért mondja. Mellesleg megemlíti Prédikátor 12.15, a dolognak summája ez. Elohimet féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga felkiáltója. Viszlát. Elohimet féljed, és az ő parancsolatit megtartsad. Úgyhogy ez mindazoknak, akik azt mondják, hogy a félelem az elmúlt, és mostantól kezdve mi csak szeretjük egymást, és kéz a kézben, körben énekelünk, és mindenki ott lesz a végén, aki mondogatja, hogy ő hisz, meg ő szeret, meg ő szolgál. Elohimet féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Úgyhogy ezért mondtam, hogy Prédikátorkönyv 12, 14, 15 ebben a két versben összefoglalja mindazt, amire az embernek koncentrálnia kellene. Ezt megerősíti Saul 1 Korintusi 1, 20, 21-ben. És ráteszi 1 Korintusi 3, 18-ban a következőket, senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mindazok, akik azt hiszi, hogy ők tudnak valamit, vagy bölcsek, vagy okosak, vagy ők ott vannak, az legyen váljon bolondá, hogy aztán majd bölcsé lehessen. Legyen menjen vissza a csecsemőként, és kezdje újra az egészet. Nem véletlenül mondja azt, hogy ilyenek fognak bejutni az országba. Akik csecsemőként jönnek, akik bolondá lesznek, elfelejtenek minden, elfelejtik a gömböt, a Big Bang-et, az evolúciót, elfelejtik a Pitagórasz tétet, meg az összes ostobaságot, az összes verset, hogy a magyar a kiválasztott nép, hogy a magyar az alapnyelv, hogy mi vagyunk Nimrodnak a mit tudom én miei, újra kezdi az egészet, és úgy lesz bölcs, amikor felépül a végére. 19. Mert e világ bölcsessége bolondság Elohim előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő családságukban. És ismét, ismeri Jahua a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Úgyhogy nem véletlen az, hogy a legtöbb tanítás, ami az interneten van, az magába foglal ilyen-olyan könyveket, ennek a véleménye, annak a véleménye, ilyen teológia, olyan teológia, ilyen logika, olyan akármi, ez azt mondta, az ezt mondta, az egyház atya így vélekedett, mit tudom. Úgyhogy ezt azoknak üzenem, akik még mindig abban vannak,
hogy olvasni kell minél többet, hogy az ember minél többet olvas az ember, annál ostobább lesz. Sajnálom, hogy ezt kell mondani. Ha csak nem tényleg valami olyasmire használja azt fel, ami a teremtőnek ezzel célja van. Érdemes mindig az ő véleményét kikérni, és azt, hogy mi az, amit ő akar tőlünk. Ha ő azt akarja, hogy reggeltől estig New Age videókat nézzünk, hogy aztán az embereknek el tudjuk mondani, hogy mi van, halleluja. De elmondom mindenkinek, hogy én már néhány videót megnéztem, de még mindegyiknek valamilyen hatása volt arra, hogy gondolkodtam. Különösen akkor, amikor a saját fejem után mentem, és csak ki akartam elégíteni azt a kíváncsiságot, ami minden emberben benne van. És mikor ez volt, akkor utána mindig nehezebb volt az úton maradni. Hiszen az ember fejét összezavarja. Az ellenség a kezdetektől fogva a tudással térítette el az embert. Ha visszaemlékszünk, hogy mi volt 1 Mózes 3-ban, nem azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint Elohim. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. A tudás mindig is az emberben benne volt. Nem véletlen az, hogy azt mondta, hogy Elohim képére teremtett minket. Az ő képmására és az ő hasonlatosságára. A tudás mindig is csábító volt az emberek számára. És az ellenség pontosan tudja ezt. És erre figyelmeztet még maga Saul is. Nézzünk még egyet ezzel kapcsolatban. 1 Korintusi 1.19. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Ez ugye azok elé pászol be pont, amit előbb olvastunk. Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Mindazok az emberek, akikre a világ felnéz, akikre azt gondolják, hogy azok mekkora. A legjobb példa talán Stephen Hawking, és anélkül, hogy belemennék most a világ dolgaiba, ez az egyik legnagyobb átverés, bár annyi van, hogy nehéz kiválasztani a legnagyobbat, hogy ő egy géniusz, hogy ezek a géniuszok kitalálnak dolgokat, mint Bill Gates, vagy ő, vagy akárki. Erre gondol itt. A bölcsek bölcsességét elveszti, az értelmesek értelmét elveti. A világ bölcsessége szemétre való az ő szemében. És én nem mondom, hogy ne tanuljunk, hogy ne legyen az embernek diplomája, iskolája, semmilyen, mert akkor nem tud boldogulni. Én azt mondom, hogy komolyan venni azt fölösleges. Az egy eszköz, ugyanúgy, mint egy autó. Az ember eléri vele azt, hogy megteremti a feltételét annak, hogy az úton maradjon, azon kívül én azt igazából semmibe nem nézem, pedig nem kevés időt töltöttem el az oktatásban, úgyhogy ennyit a bölcsességről magáról, még néhány dolgot, hogy mi a valódi bölcsesség, példabeszédek, Misli, 1-es fejezet, 7-es, Jahuának félelme, feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Szóval, mikor azt mondja valaki valakire, hogy bolond, akkor érdemes erre a versre hivatkozni. Mindazok, akik elutasítják az igazi bölcsességet, ami a Jahuá szava természetesen, és az erkölcsi tanítást, ami ebből ered, azok mind bolondok. És ezt maga Salamon írta példabeszédek 1.7-ben. Még egy példabeszédek 14.33. Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcsesség. Mi a bölcsesség? A törvények, a parancsolatok, az instrukciók, a Tora. Ami pedig a tudatlanokban van, magát megismerheti. Hamar megismerheti. Ami az ostobák, hamar elárulják magukat, ugyanis azokban nincsen meg az a bölcsesség, ami az írásból való. Nézzük még egyet. Példabeszéd 17.24. Az eszesnek orcájába kitetszik a bölcsesség. Az, aki az úton jár, az a bölcs, az az eszes, aki ismeri a parancsolatokat is úgy él. Ez az eszes, és arról látszik, hogy ő aszerint él. A bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig. A bolond pedig mindenfele néz és keres, és mindenfélét csinál, csak azt mondom, amit kellene. Úgyhogy ez a különbség a bolond és az eszes között. Utolsó 13-19 Misli példabeszédek. A megnyert kívánság gyönyörűséges a léleknek, és utálatosság a bolondoknak eltávozniuk a gonosztól. Mi a gonosz? Ezt megtudhatjuk Ézékiel 18-as fejezetből.
akit érdekel, nézze meg. Annyiszor volt szó róla, hogy már most még egyszer nem megyek végig rajta. Természetesen a parancsok be nem tartása a gonoszság. A megnyert kívánság gyönyörűséges a léleknek, utálatosság bolondoknak eltávozniak a gonosztól. Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz az ugye, akivel az ember tölti az idejét, olyan lesz, aki pedig magát társul adja, bolondokhoz megromlik. Bűnösöket követi a gonosz, az igazaknak pedig jóval fizet Elohim. Úgyhogy ezt a bölcsességről, illetve azzal kapcsolatban, hogy mi is a tudás és mi az igazi bölcsesség a teremtő szerint. Apostolok cselekedetei 15 egy kérdés, amiben írtakra szeretnék kérdezni, ott a törvények megtartását nem tartják fontosnak. Miről van szó pontosan, azt írd meg. Addig megmutatom, hogy miről beszélnek. Apostolok cselekedetei 15, mert a 20-as és a 21-esre gondolsz. Vagyis hát a 20-asra, a 21-esre nem, de én megmutatom a 21-est is azért a biztonság kedvéért, mert abból ki fog derülni, hogy ők igenis a törvényekről beszélnek ott mindvégig. Ez ugye persze a fulva holt állatok, a paráznaság, a bálványimádás és a vérnek a nem evése, ez apostolok 15 erről szól, úgyhogy... Nézzük meg. Nem akarok végigmenni az egészen, mert ismeri szerintem mindenki, hanem a könyökén jön ki mindenkinek. Apostolok cselekedetei 15-18. Tudja Elohim öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Ugye a teremtő az elejétől tudta, a végétől tisztában van azzal, hogy mi az, ami történni fog. És szerintem ez is nehezére esik sok embernek, különösen akik nincsenek benne a magában a hitben, hogy megértse azt, hogy mikor azt gondolja, hogy ő elküldte Jézust, hogy megváltsa a világot, mert nem tudta senki tartani a törvényt. Ő az elején tudta, hogy mi lesz a vége. Neki nem kellett közben kitalálni egy mentő ötletet, hogy elküldjön egy Jézust, hogy az eltörölje minden törvényt, és onnantól kezdve mindenki élhessen úgy, mint egy... nehogy is mondjam, mint egy pogány, hogy finoman fogalmazok. Ő ezt tudta az elején. Az egész úgymond Jézus dolognak nem az volt a lényege, hogy ő elküldjön valakit, hogy eltörölje a törvényt. Az egésznek az volt a lényege, hogy az, aki férjhez ment Izraelhez, aki a Sínai hegyen megkötötte a házasságot, aki Jahusa volt mellesleg, ugye a Malák Jahua, az nem az atya volt ott a hegyen, hiszen az atyát senki nem látta és a hangját se hallotta, úgyhogy ő nem lehetett az, ez az egyik. A másik pedig az, hogy lehetséges az, hogy az atya köti meg a házasságot a Sínai hegyen, elválik Izraeltől, és aztán a fiú jön és megköti a házasságot, mikor tudjuk, hogyha a feleség elválik, nem mehet hozzá máshoz, különben az házasságtörésnek minősül. Akkor hogy lehet, még egyszer elmondom lassan, hogy az atya megköti a házasságot a Sínai hegyen Izraellel, elválik tőlük paráznaság miatt, és a királyság a jövőben, ugye amikor a bárány a hegyen áll és a 144 ezer és újra megházasodik, akkor hozzámegy ugyanazokhoz a fia, egy másik személy az elvált menyasszonyhoz. Ami házasságtörés a saját szabályaik szerint. Akkor hogy létezik az, hogy ez történik? Úgy, hogy nem így van. Úgy, hogy mindvégig az Ószövetségben idézőjelben a Tanákban a Malák Jahua, akit úgy hívtak, hogy az Úr, az mindvégig az volt, akit az Új Szövetségben úgy hívunk, hogy Jahusha HaMashiach, vagy Jézus. Mindvégig az volt a karakter, aki szerepelt az egész könyvben mindvégig, amikor Úrról volt szó, vagy Istenről volt szó, vagy akármire. Ő az, aki közvetíti Jahua az Atya szavát. A kettő nem egy és ugyanaz, Jahusha HaMashiach, nem Isten a Földön, és az Atya soha nem volt a Földön. Különben nem házasodhatna össze a fiú a hegyen ugyanazzal, akitől elvált az Atya. Ellenben, ha összeházasodott a Malák Jahua, azaz angyal,
aki az ő szavát elhozta, a legmagasabb rendű, aki által és akiért és akivel teremtetett minden, az hozzáment a hegyen, elvált tőlük, eljött emberi formában, meghalt, feltámadt egy másik emberként, visszajön, akkor hozzámehet, hiszen ő már meghalt, és egy másik emberként megy hozzá. Ez volt az egész terv lényege a kezdetektől a végéig. Úgyhogy ezért mondja azt, hogy öröktől fogva minden ő cselekedeteit tudta. 19. Azok, és azt javaslom mindenkinek, hogy füleljen nagyon, hogy mi is a 20-as vers. A 21-es, bocsánat. Annak okáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg Elohimhez. Egyértelmű, hogy arról beszél, hogy hagyják őket békén, nézzük meg, hogy mit javasol, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, egy, paráznaságtól, ugye házasságtól, és egyébként kettő, nézze meg mindenki a szót, a fulva holt állattól, három, és a vértől, négy. Akkor ez azt jelenti, hogy gyilkolni lehet, lehet a teremtő nevét hiába felvenni, a szombatnap nem számít, akkor ez azt is jelenti, hogy lopni lehet, csalni lehet, és azt is lehet, hogy lehet mesztelenül járni az utcán, illetve lehet minden más csinálni, csak ezt a négy dolgot nem. Mert ugye csak ezt a négy dolgot kell betartani a pogányoknak, semmi mást. Persze nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez a négy, amivel induljanak meg. A legfontosabb az, hogy dobálják el, haingálják el a bálványaikat, ami akkor probléma volt. Ugyanúgy, ahogy most is az, csak most más értelemben, akkor nekik voltak kis faragott dolgaik, képeik, mit tudom én miéik. Ezek, ők ezekben hittek, mint a görögök, minden fű meg bokor egy isten volt. Ugyanúgy, mint ma a pénz, az autóm, a feleségem, a gyerekeim, a munkám, az akármi. Akkor ez másképp nyilvánult meg. Szabaduljanak meg ettől, különben ez a gondolat nem fogja engedni őket a teremtőhöz. Ez elég egyértelmű, hogy ettől meg kell szabadulni mindenkinek az elején a dolognak. A másik az, az, aki paráználkodik, az, aki házasságot tör, annak nincs esélye, hogy közel kerüljön a teremtőhöz, hiszen annak máshol járnak a gondolatai. A paráznaság megfertőzi az embernek a fejét. Ugyanúgy, ahogy a pornográfia megfertőzi ma, és maga az az életmód, amit folytatott, folytat az ember, az az megfertőzés, az nem fogja, akármennyire is szeretne az ember közel kerülni, ameddig paráznaság és házasságtörés van az életében, akár elméletben is, ugye ezért mondta a megváltó, hogy amennyiben arra gondolsz, az is az, akkor nem fogja, a két gondolat nem fér meg, a Ruach HaKodesh, a Szentlélek nem fér meg ezzel a gondolattal az ember fejében. Ezért mondta, hogy ez a másik, amitől meg kell szabadulnia. Fulva volt állat és a vér, az egy szokás volt akkor a görögöknél. Ugyanúgy, ahogy ma a mindenféle szemét, amit megesznek az emberek tudatlanul, amiben ott van a vér, meg ahogy megölik az állatot, ahogy elkészítik, stb., az ugyanúgy probléma, annak ellenére, hogy tudatlan, ezt akkor tudatosan csinálták. Úgyhogy ezért mondta, hogy ez a négy dolog az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember egyáltalán, hogy Elohim azt mondja, hogy jó van, annak ellenére, hogy ez tiszta ostoba, fogalmas nincs az egészről, legalább ezeket megpróbálja, úgyhogy ezzel elkezdek foglalkozni, ezzel elkezdek dolgozni. Ez volt a lényege ennek, hogy ne az legyen, hogy ó, azt csinálsz, amit akarsz, aztán majd lesz valami. Ezért mondta, hogy ez a legfontosabb, ahogyan el kell kezdeni. És én ezt tanácsolnám mindenkinek egyébként, de így tűnik logikusnak is. Tisztítsa meg az étrendjét, szabaduljon meg mindenféle világi erkölcstelen dologtól, ami nem egyszerű, de megoldható. És természetesen helyezze a hitét Elohimbe. Ez jelenti azt, hogy a bálványtól megszabadul. Innentől kezdve el tud indulni az úton. Nézzük meg, mi a 21! Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői. Nézzük még egyszer. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői. Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, parázasságtól, fuvaltálattól, vértől, mert
Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői. Mivel hogy a zsinagógában minden szombaton olvassák. Remélem világos az, amit mondani szeretne itt ennek a szerzője. Vagyis aki, ez nem is tudom, ki mondja ezt, Péter vagy? Simeon, ugye? Szóval a lényeg az, hogy induljon el azzal a néggyel, és utána elmegy szombaton, nem vasárnap a hét első napján, ez már rég a halál után történt. Már ekkor megmondhatták volna neki, hogy figyelj, csak most már vasárnap lesz, mert már meghalt, és már most áttettük. De nem ezt tette, hanem azt mondta, hogy szombaton menjenek a zsinagógába, mert ott hirdetik Mózest, azt a Mózest, akiről már most mindenki azt mondja, hogy a Jószövetség meg eltörölte, meg eldobta. Ezt hirdetik a zsinagógában minden szombaton, ott majd megtanulja, hogy mik a további parancsolatok, és mi a további teendője. Nem azt mondta, hogy ez a négy, és onnantól kezdve jó napot. Azt mondta, hogy ez a négy, és utána menjen szépen szombatonként a zsinagógába, ahogy kellene mindenkinek, szombatonként összegyülekezni, és tanítani egymást, és akkor ott majd megtanulja a következő lépést, meg a következőt, meg a következőt. 22, akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közt, és elküldjék Antiókiába Pála Barnabásra, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, az atyafiak között főemberek valának. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy nem gondolnánk, gondolnám, hogy a törvény ellen beszélnek. Én azt mondom, hogy egész egyszerűen megvan a menete. Nem lehet azt mondani az embernek, hogy figyelj csak, be kell meríteni, körül kell metélkedni, nincs több pornó, nincs több disznóhús, nincs több karácsony, nincs több bulizás, nincs több semmi. Vége. És akkor azt mondja, hogy á, figyelj csak, ezt nem lehet megcsinálni, viszlát. Hanem megvan a menete, hogy hogyan kell elkezdeni, hogyan tud az ember elindulni azon az úton, amit majd később még reálisan be tud tartani. Ő erre gondolt, mikor azt mondta, hogy ez a négy, és utána menjen a zsinagógába. De egyébként tovább megyek, mert itt a körülmetélésről is szó van. Mivel, hogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondvá, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk. A probléma az, hogy ezek az emberek, akik elmentek oda, azt tanították, hogy körül kell metélkedni és megtartani a törvényeket azonnal. Nyilván ez a feladat, csak ezzel nem lehet kezdeni egy embernek, hiszen akkor kiszalad a világból, ha megtudja, hogy körül kell metélkedni azonnal. Ki az, akihez oda megyünk az utcán, és azt mondjuk, hogy figyelj, csak meg kell tartani a törvényeket, körül kell metélkedni, meg be kell merítkezni ahhoz, hogy eljussál a királyságba. Én nem is tudom, hogy van-e egyáltalán olyan ember, még akár keresztény is, aki ezt fel tudná dolgozni ott így a helyszínen. Megvan a menete mindegyiknek. Nem véletlenül mondja azt, hogy bölcs, mint a kígyó, és ártalmatlan, mint a galamb. Mindenkinek megvan az útja, hogy meg kell közelíteni az embereket. Először érdemes elvezetni mindenkit, és ez lett volna a másik dolog, amit akartam mondani, hogy hogyan érdemes megközelíteni embereket ezzel az egésszel kapcsolatban. Aki nem érdeklődik, azzal fölösleges foglalkozni. A lényeg azonban az, hogy a körülmetélkedés ki fog alakulni, hiszen Mózesnek megvannak a városonként a hirdetői, szombatonként a zsinagógában. Amennyiben eljár az ember, meg fogja tanulni, hogy a körülmetélkedés elengedhetetlen, és idővel rászánja magát, és meg akarja csinálni, mert tudja, hogy ezt azért találta ki a Teremtő, hogy az én szövetségem a ti testeteken legyen mindörökké. Úgyhogy ez nem egy. Úgy is felfoghatná az ember, sőt úgy kellene, hogy ez egy nagyszerű dolog. Attól
Annak ellenére, ahogy legtöbben felfogja, új, nekem ez miért ne lehetne az, hogy az ember tanul, járja az utat, és eljut a következő szintre, és eljut arra a szintre, mikor ezt meg akarja csinálni. És nem úgy kezdi, hogy ú, ezt nekem meg kell csinálni, én inkább az egésszel nem foglalkozom. Erről beszélt itt. Ezek az emberek nem terjeszthették azt, hogy a törvényt nem kell megtartani. Ez egyszerűen lehetetlen, hogy ezek az emberek azt terjeszt. Ezek együtt jártak a megváltóval. Ezek arról beszéltek, hogy a Husa Hamásiák, aki ezt hirdette, ezt az egészet. Ők, hogy is juthat eszébe valaki, és nem hibáztatok itt senkit. Hogy is gondolhat valaki olyat, hogy ezek azt hirdették? Mikor nemrég meghalt a megváltó, aki egész életében úgy járt, azt hirdette, elmondta, hogy mi a jó hír. A jó hír az, hogy a parancsolatok szerint élnek, akkor Izrael visszakerül a szövetségbe. Nem a világ, nem a pogányok, hanem Izrael visszakerül a szövetségbe. És mindaz, aki úgy él, részese lehet ennek. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy eljött, meghalt, és mostantól kezdve szabad rablás van. A jó hír az, hogy eljött, és én csak, nem küldettem csak Izrael eltévedt bárány juhaihoz. Nem az egész világhoz, csak Izrael eltévedt juhaihoz. Azért, mert nekik kellett visszakerülni a szövetségbe, hiszen ők voltak azok, akik kilettek abból rúgva a bűneik miatt. Őket kellett visszahozni. Amennyiben a törvények szerint élsz, visszakerülsz a szövetségbe. Ez a jó hír. A másik része az, hogy mindaz, aki úgy él, részese lehet ennek a szövetségnek. Ez a jó hír. Erről beszél itt, hogy... mindjárt most láttam az előbb. Egy pillanat. Oly emberekkel, akik életüket tették kockára a Adonai Yahusha Hamásiák nevét. Ezek az emberek az életüket tették kockára. Biztos nem azért, hogy ellenkező dolgot mondjanak, mint amit a megváltó mondott. Úgyhogy ilyen nincs, hogy ezt sajnos, aki abban reménykedik, hogy a törvények nélkül lesz valami keresnivalója ott, az ki kell, hogy ábrándítsa. Oké. Van itt egy olyan, hogy ha betérek a zsidó vallásba, de Jézus nem fogadom el megváltónak, az probléma. Ó, hogy ne? Az egy óriási probléma. Az egy gigantikus probléma. Én nem mondanám azt, hogy ez zsidó vallás. Én nem mondanám azt, mert én szerintem maga a zsidó dolog is félrevezető. A vallás meg még inkább. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy két dolog szükséges, és megmutatom, hogy és gondolom mindenki megbocsát, hogy fejből nem tudom. Jelenések könyve. Hát adok egy esélyt. Egy pillanat, hogy hol... pillanat. És itt van. Jelenések 12-17. Jelenések 12-17. A legutolsó könyv. A 66-ban. 17. Jelenések 12-17. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. A sárkány ugye nem más, mint maga az ellenség. Satán, az ördög, a gonosz, Lucifer, Hillel, Ben, Shakar. A sárkány. Hadakozzék egyebekkel az asszony magvából valókkal. Ki kell? Elohim parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala Yahusha Hamásiák bizonyságtétele. Még ő is ezekkel harcol, az utolsó pillanatokban is. Elohim parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van Yahusha Hamásiák
bizonyságtétele. Mind a kettő. Egyszer. Az egyik nem elég. Vagy megvan mind a kettő, vagy pedig az nem lesz elég. De pillanatot, ha mindenki kitart, akkor még lehet, hogy megtalálom a másikat is. Szóval a lényeg az, hogy ha még a jelenések könyvében is arról beszél, hogy az Elohim parancsolatainak megőrzőivel és azokkal, akikben megvan a megváltónak a bizonyságtétele, ami nem más, mint ugye a hit benne, hogy ő volt, és hogy ő úgy élt, ahogyan élt, és hogy ő az, aminek mondja az írás őt. Ez az ő bizonyságtétele. A hit az egyik, a másik pedig a parancsolatok. Ez a kettő, aminek meg kell, hogy legyen. Másikat pedig lehet, hogy pillanat is meg lesz. Úgyhogy ez az egyik nem működik a másik nélkül. De erről szól egyébként Jakab második fejezet, amiről annyi szó esett, hogy már lehet, hogy mindenki kívülről tudja. A hit cselekedetek nélkül nulla. Vagyis, hogy halott. Jelenések 14:12. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Kik a szentek? Itt, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jahusa hitét. Ők a szentek. Akik megtartják Elohim parancsolatait és Jahusa hitét. Az eredetiben úgy szól, Isten parancsolatait és Jézus hitét. Azaz mind a kettő együtt az, ami szenté teszi az ember. 13-as. És hallék az égből szózatot, mely ezt mondja valanékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik Jahuában halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek a ruak, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Úgyhogy a mondogatás nem feltétlenül elég. És én értem, hogy ez nem minden keresztényre vonatkozik, hogy csak mondogatná, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb az erről szól. Plusz a másik probléma az, hogy amennyire én ismerem, mindegyiknek megvannak a maga kis saját, és erről már volt szó, én tudom, mindegyiknek megvannak a maga kis saját szabályai, ez az egyik, a másik meg mindegyik kihagy bizonyos dolgokat, amiknek benne kellene lennie. Úgyhogy igazából egyik vallás sem elkezdő ugye a reformátustól, aminek nincsenek szabályai, egészen a katolikusig, ami meg kitalált egy teljesen új történetet a könyv alapján. Itt egy másik komment azt írja, hogy akinek van hite, megtalálja az utat, a törvényeket, így a hit magasabb rendű a törvényeknél. Így van, a hit az, amivel kezdődik. Nem véletlenül mondja azt, hogy a hit által üdvözül az ember. Sőt, a hit mindig a hitről. Ezért az egész
úgymond új szövetség, a hitről szól, a hit az, amit egyfolytában ismételget. De nem csak, hogy az, ha megnézzük Zsidókhoz 11.6, azt mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni. Mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül lehetetlen tetszeni neki, ez az, amit a kommentben olvashatunk. Ha valaki csak csinálja a törvényeket, és úgy van vele, hogy engem nem érdekel az egész, én csak be akarok kerülni oda, úgyhogy annak ez az útja, akkor halleluja, akkor én azt csinálom. Az nem fog tudni bejutni, mert annak abban nincs benne a hit, amit a teremtő keres. Erről ír. De a másik meg az, hogy őt keresni kell. Ez nem olyan, hogy én meg vagyok mentve. Én érzem, hogy én megmenekültem mostantól kezdve körömpörkölt, meg csülkös bableves a menü egész végig. Keresni kell, plusz meg kell lennie a hitnek. Mi a hit? Zsidókhoz 11.1. A hit pedig reménylet dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható, láthatatlanból állott elő. Ez a hit, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy eljussunk oda. Hit által, sőt, hetes vers, hit által tisztelte Elohimet Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől. Mi volt a nem látott dolog Noé életében? Az, hogy özönvízzel építs egy akkora bárkát, amekkorát még nem látott a világ. És kezdjen neki minél hamarabb. Noénak fogalma nem volt róla, hogy lesz-e özönvíz, vagy nem, vagy mi lesz. Így folytatódik. Háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hiszen a világ nem hit neki, annak ellenére, hogy elolvashatjuk, ha minden igaz, akkor a jubileumok könyve, de vagy a jásár, hogy 150 évig ő próbálkozott az embereknek magyarázni azt, hogy ez lesz. Addig meghalt már az összes ember, aki hitt, azért, hogy ne kelljen átélnie azoknak az özönvizet, és az összes igaztalan megmaradt a végéig. Azért, hogy elpusztuljon abban az özönvízben, amiről elhitte Noé, hogy lett. Hiszen a még nem látott dolgot elhitte, ezzel tisztelte a teremtőt. Azonban, ha hiába ült volna le, oké, értem. Én elhiszem. És imádkozik minden nap. És ott ül, és azt mondja, hogy igen, tudom, hogy lesz egy özönvíz, ja. Én hiszek. Attól még az özönvízbe ugyanúgy elpusztult volna, a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Úgyhogy anélkül lehetetlen ezt az egészet járni. De a cselekedet ugyanúgy elengedhetetlen, úgyhogy. Egy temetési szertartásnak hogyan kell zajlania egy jakusát követő közösségben? Nem tudom, mert erről nincs szó az írásban, az kell, hogy mondjam. Sőt, ha belegondolunk, akkor igazából a temetés mindig csak annyi volt, hogy betették a... Hát akkor olyan barlang forma lehetett, és elég görgették a követ, és viszlát. Biztos megvolt a módja, hogy hogyan csinálták. Sőt, egyébként a csontokat temették. Még József csontját is elhozták Egyiptomból. Saul csontját is összegyűjtötték, sőt a fiait is, mikor meghalt a filiszteusok elleni csatában, annak ellenére, hogy a fejét ugye elvitték, sőt azt mondták, hogy Jézabel csontjait is szedjék össze, mivel egy királynak a lánya volt, úgyhogy általában úgy emlékszem én, hogy a csontokat összegyűjtötték és eltemették, de én nem gondolom, hogy ők akkora, vagy hát nem akkora, hanem hogy ők mondjuk úgy megindultak, mint egy katolikus menet. Elnézést azoktól, akik katolikusok. De nem hiszem, hogy úgy zajlott
Én szerintem ez az egész is sokkal szolidabb biznisz volt akkor, mint ami ma történik. Én csak ennyit tudok erről, igazából nem tudom, hogy... De nem hiszem, hogy azok a szertartások, amik ma folynak, azok annyira, hogy mondjam, azok problémások lennének a mindenható előtt. Inkább azt gondolom, hogy egy pillanat csak villámgyorsan képet akarok felhozni itt azoknak majd, akik megnézik ezt. Inkább szerintem csak maga a kőállítás, meg ezek a kereszt dolgok, meg a különböző karakterek, amik rá vannak a sírokra gravírozva, az nem hiszem, hogy jól. A kereszt semmi kép. A kereszt egy pogány jelkép, ezek az obeliszkek, meg ezek a dolgok, ha valaki ilyenbe gondolkozik, akkor az szerintem az egy rossz ötlet. Az, hogyha van egy sírkő, és arra rá van írva a neve, vagy akármi, nem hiszem, hogy probléma. Hát ha arra rá van gravírozva az a fehér karakter a hosszú hajjal, meg a körszakállal, akkor az nem biztos, hogy egy jó pont. De hát ha valaki tudatlanul ezt csinálta, az akkor teljesen mindegy. De az a lényeg, hogy igazából a szándék az, ami fontos. A kereszt semmiképp nem egy jó ötlet. Sőt, a keresztet viselni a nyakba, a tetoválásba, a karkötőn, a nyakláncon, a kocsiba lógva, ezek mind föltelmes dolgok. Úgyhogy én ezt arról nem beszélve a Mária képekről, meg a Jézus képekről, meg ezekről a dolgokról, az abszolút nem. Az nem. Úgyhogy akármi is a cél. Teljesen mindegy, hogy indokoljuk meg, hogy ez a kereszt engem erre emlékeztet, vagy arra. Megmondta, hogy ne csinálj semmilyen faragott képet. Az egy fa kereszt. Az egy faragott, egy faragott kép. Tetszik vagy sem. Egy olyan dologról, ami a Földön van. Ami ráadásul egy pogány jelkép. 66 könyv mellesleg azért, mert 66 könyvből áll az írás, nyilván azért választották ezt, mert a pogány katolikusok állították össze, és ezért 66. De elmondanám, hogy akit érdekel, na mindegy, ennyit a sírról. Én szerintem a sírkő, a névvel, az adatokkal, vagy egy idézettel, de azon kívül amúgy is fölösleges szerintem. Különösen, amikor ilyen különböző színű, meg aranyjal, meg mit tudom én, mivel bevont képek, meg karakterek, meg ilyen dolgok rajta. A 66 könyvvel kapcsolatban egy érdekességet elmondanék azoknak, mert beszélgettem valakivel, és az Énok könyve feljött meg a bizonyos dolgok, hogy az Énok könyve nem hiteles, nem fogadható el, bla bla akik nézik majd ezt az egészet vissza, de egyébként megosztom ezt a könyvet. Nem a könyvet, bocsánat, ezt a képet, úgyhogy itt mindenki meg tudja nézni magának. A 66 könyvvel kapcsolatban. Ez a 1611-es King James Biblia, aminek része volt az az apokrif levelek, amit ma mindenki úgy gondol, hogy az apokrif levelek, és az nem része magának a kánonnak. Mert nem része a kánonnak, azonban a kánont a katolikus egyház rakta össze. Az 1611-es King James Bibliában benne volt az apokrifa, és itt látjuk azt, hogy Esdrással kezdődik, második Esdrás, Tobit, Judit könyve, ezt nem is tudom, hogy ez mi, ez ilyen réges nyelv. Ja, Eszternek volt egy rész, ami Eszter könyvéből még kimaradt, azt hiszem ez a Salamon bölcsessége, akkor van egy Ecclesiasticus, ami a Prédikátor könyvéhez hasonló, Baruk könyve, szintén itt van Baruch, ugye az áldott, ha jól tudom. Utána Zsuzsanna könyve,
Bel és a sárkány könyve, Manasszé imája és a Makabeusok 1-2 szintén része volt ez a 11-es King James Bibliának. Szóval így nem 66 lett volna, hanem azt hiszem, hogy 84, ha jól. De erre nem esküszöm meg, mennyi ez? 3, 6, 7, 10, 14-jel több. 80 könyv lett volna, bocsánat. Szóval az a úgymond Biblia, az 80 könyv volt ez az 1611-es. Akkor ez azért 66 könyv, mert a katolikus egyház az egy babiloniai napkultusz, és a 66 az természetesen az ellenségnek a számai, gondolom ezért választották a 66-ot. Mellesleg, hogyha megnézi az ember a spirálokat a természetben, az hatost formá, ezért van a csiga lépcső, ezért van a spirál annyi spirituális, meg New Age képeken és motivumokon. A spirál az maga a hatos, az egy ilyen, sőt, szerintem a nap úgy mozog a föld fölött, hogyha mindenki elképzeli a lapos földet, egy spirál alakban megy ki be, és a napkultusz erre épül, úgyhogy a hatos ezért is fontos. Itt van egy másik, hogy disznóhúst ettem tésztával, mivel ezt főzött anyukám, hát figyelj, inkább megeszem a tésztát magába, de ha már én ezt nem javasolnám. És elmondom azt is, hogy miért nem, az pedig elfelejtettem sajnos fejből, úgyhogy puskáznom kell, de egy pillanat is meg lesz. Akit érdekel, az nézze meg. Pillanat. Ó, és ez is a zsidókhoz 10. Zsidókhoz 10, 16, ha jól emlékszem. És nem. 26. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. Most ezt nem azért mondom, hogy aki disznóhúst teszik, az meg fog halni. Én azt mondom, hogy a tisztátalan dolgokat nem tudja elviselni. Amennyiben mi ezt tesszük, elfordul tőlünk. Amennyiben ő elfordul, ott van azonnal egy másik, aki csak arra vár, hogy a Teremtő levegye a kezét rólunk, és ő elkezdheti az ő saját kis munkáját, különösen azokon, akik megpróbálnak az úton járni. Azok az elsődleges célpontok a kereszttel a hátukon. Aki megpróbál az úton járni, amennyiben a Teremtő leveszi rólunk a kezét, azonnal ott terem az ellenség, és elkezdi súgdosni a dolgait az ember fülébe. Ez nem baj, ezt lehet. Ő nem szeret úgyse, ő így is szeret. Ő eltörölte, ezt nem kell csinálni, ezt nem lehet csinálni. Stb. Stb. Úgyhogy én nem kísérleteznék. De ez mindenkire rá van bízva. Arról nem beszélve, hogy disznó, hát hogy mondjam. Persze én is úgy jártam, mintha kimenne a divatból egy időbe, de hát az ember megváltozik, úgyhogy utána már nem. Ez nem nagyon fér bele. De megosztok egy képet azért. Csak. És itt van egy videóval. Inkább megosztok sok képet, most keresek néhány képet. Hogy. Szóval, ez csak tényleg azért, hogy aki a disznót eszi.
Úgyhogy én nem azt mondom, hogy most aki megeszi, vagy akármi, vagy az azonnal automatikusan kárhozatra jut, mert nem erről van szó. Én csak azt mondom, hogy nem véletlenül találta ki ezeket a dolgokat. Ő ezeket kitalálta azért, mert tudta, hogy mit miért csinál, mi mire való, és hogyan akarja, hogy mi éljünk. Ha már itt tartunk, és most mivel most van még egy kérdés, akkor most már megnézzük, hogy mit mond erről. Ugye az étkezési szokás parancsolatok, ha jól emlékszem, az 3 és 11, de igen, 3 és 11. Csak azért, hogy most a másik kérdés az volt, hogy ha a húst nem ettem meg, megettem az egész történetet amúgy. Ez 3 és 11, van ikra, 11, 7-es, csak a disznó, de amúgy az összes többi, itt van a nyúl, a hörcsög, az összes többi ilyen dolog. És a disznót, mert hasad körmű ugyan, és egészen kettéhasad körmű van, de nem kérőzik, tisztátalan néktek, amit megeszel, ilyet tisztátalan leszel? Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek tisztátalanok ezek néktek. Szóval a holtteste is tisztátalan. De egyébként 24. És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat. Mindaz, aki illeti a holttestüket, tisztátalan legyen estvéig. 25. Mindaz pedig, aki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. Minden barom, melynek hasadt a körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek. Valaki illeti, az tisztátalan legyen. Minden állat, mely a négy lábak közt talpán jár, tisztátalan legyen néktek, ezek ugye a macska, meg a kutya, meg ezek. Mindaz, aki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen az. 32. Ezt ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki kieszi a dolgokat mellőle. És minden, amire ezek közül holtok után esik valamelyik, tisztátalan legyen néktek. Nem csak, hogy az állat tisztátalan, nem csak a holteste, nem csak az, aki hordozza a holttestét, hanem amihez hozzáér a holtteste, az minden tisztátalan. Akármely fa edény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák, akármely eszköz, amivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvég, és utána tiszta legyen. Ez megjegyzem, ez a faedényre vonatkozik, a ruhára, a bőrre, vagy a zsákra, vagy munkaeszközre. Ezeket meg kell mosni, amennyiben hozzáér, és utána használható lehet. Minden edény tisztátalan, minden tisztátalan, ami hozzá. Akármely cserépedény azonban, az otthoni porcelán, vagy amiből leszünk, pedig amelybe beleesik valami azokból, mindazzal együtt, ami benne van, tisztátalan legyen, és az edényt törjétek el. Minden megehető eledel, amelyhez az ilyen edényből víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden edényben tisztátalan legyen. Minden, amire azoknak holttestéből esik, tisztátalan. Kemence, tűzhely, lerontasék, tisztátalanok azok, és tisztátalanok legyenek néktek. Szóval nem arról van szó, hogy maga a hús a probléma. Az egész történet, ami körülveszi ezt a dolgot, az minden tisztátalan. Úgyhogy a kievősdi az elmegy mostanáig, amíg mindenki ezt hallotta. Mostantól azonban sajnos azoknak, akik ezt hallották, egy döntést kell meghozniuk. És én nem azt mondom, hogy ki kell dobni az ablakon a tűzhelyet, vagy a hűtőt, mert ez ugye lehetetlen úgy élni. Főleg egy olyan családban, ahol az emberek fele él-hal azért, hogy ezekből a dögökből lehessen, a másik fele meg próbálkozik. Én azt mondom, hogy ha ők ott ezt csinálják, akkor én megmondom, hogy nem vagyok éhes, köszi. Inkább bekapok egy pogácsát, vagy mit tudom én, vagy nem eszek. Úgyhogy ezt érdemes
észben tartani. Még egyszer, ez 3 Mózes 11 az étkezési szokások, és még azt hiszem, hogy talán 5 Mózes 12, de ezt már csak kíváncsiságból megnézem. Amúgy nem tudom, mert van még egy rész, ahol leírja. De sajnos ez nem talált. Úgyhogy nem 5 Mózes 12, az biztos, hogy 3 Mózes 3 Mózes 11 az leírja ezt, a 32-es verstől kezdődik ez a dolog. Minden tisztátalan, amihez hozzáér ezekből a dolgokból valami, úgyhogy nincs olyan, hogy kieszem, meg körbeeszem, meg ilyenek. De amúgy én is csináltam, úgyhogy úgyhogy mindegy, de már nem. Én szerintem a legtisztább az, és most tudom, hogy ez durván hangzik, hogy nem enni olyan helyen, ahol tudjuk, hogy ezek a szokások, ezek ott folynak. De nem az, hogy mondjam. Én tudom, hogy durván hangzik, de miért enne az ember, mikor nem muszáj? Jó, ha valakinél vendégségben van egy hétvégére, vagy 4 napra ott ragad, akkor meg megmondja, hogy ha képes rá, akkor megmondja, hogy figyelj csak, én inkább veszek magamnak dolgokat, amiket én eszek, ti meg tőlem itt aztán azt csináltok, meg annyit esztek ebből, amennyi jónak látjátok. Csak az a lényeg, hogy nekem ne kelljen ebbe részt venni. Amúgy meg mindegy nekem, hogy mit csináltok. Szóval én ezt a stratégiát választom, én általában azt füllentem, hogy nem vagyok éhes, amúgy meg aki meg tudja, annak meg megmondom, hogy figyelj csak, én a helyedben nem tenném, de amúgy azt csinálsz az életeddel, amit akarsz. De azokat a dolgokat én nem eszem meg. Sőt, én szerintem biztosabb, ha az ember így általában a hústól így elkanyarodik, hiszen nem tudhatja ezt a vér dolgot sem, meg a fulvahold dolgot sem tudhatja, hogy hogyan vannak ezek az állatok elkészítve, meg lemészárolva, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a hús adagból, a húsról ennyi. De mondom, ez egy folyamat, ugyanúgy, mint a körülmetélés. Így egyébként Dánielnek is van folytatása, most ezt csak itt megláttam, az Eszter, az apokrifában úgy láttam, mintha az Eszterrel kapcsolódna össze, vagy ott körül van. Na mindegy, igen, na. Hát most már tudod, Zsolti, hogy ez van. Nem lehet körbe enni. Azzal, hogy kényszerhelyzet állt fenn, és ez egy jó alkalom arra, hogy ha villám gyorsan meg tudom találni, akkor én ajánlom mindenkinek a figyelmébe, meg fogom osztani most ismét ezt a Church of God linket, ahol megtaláljátok az apokrifát, meg ezeket az írásokat a Makabeusok könyvében van. És ha minden igaz, pont a második Makabeusok könyv. Á, de ezt lehetetlen így megtalálni. Jaj, nem. Halleluja, pont bele szaladtam. Hát ilyet. Hetedik fejezet. Pont itt van. Második Makabeusok 7. fejezet. Aki nem olvasta a Makabeusokat, nem megy bele, hogy miről szól. Csak elolvasom a 7. fejezetet. Történt, hogy 7 testvért is elfogtak anyjukkal együtt. Makabeusok, jó, akkor mégis elmondom. Ez Antiochus Epiphanes idejében zajlik, amikor, ha jól emlékszem, a görögök és a szárd birodalom, vagy valamilyen birodalom háborúzik, és a pont Jeruzsálem is benne van maga, akkor már csak Júda van ott, és akkor ők belekeverednek, és ilyen diplomáciai műveletek, nagyon érdekes.
folynak ott ezek között, a birodalmak között, és visszatér egy idő, egy, azt hiszem egy évszázadra kb. Az ott maradt úgymond zsidók, a Yahudim, a Júda törzse, Elohimhez, és akkor rendet tesznek ott a környéken, nagyon jó. Azonban itt már eltérnek a szabályoktól, és bejön ez talán pont Antiochus, de nem esküszöm meg rá. Már elfoglalják itt Jeruzsálemet és a görögök, vagy valamelyik ezek közül. És ez a helyzet, ami most történik. Történt, hogy 7 testvért is elfogtak anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek, a törvény tiltott a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Ezt most csak arra írom, hogy nagyon éhes voltam, és kényszerhelyzet állt fenn. Csak elolvasom, mert borzasztó maga a sztori. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni, mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk sem, mint atyáink törvényeit áthágjuk. Erre a király haragra gerjedt, és megparancsolta, hogy serpenyőket és üstöket tegyék a tűzre. Alig, hogy áttüzesedtek, megparancsolta, hogy annak, aki a többiek nevében beszél, tépjék ki a nyelvét, aztán nyúzzák le a fejéről a bőrt, és kezét, lábát vágják le a többieknek, és anyjának, végig kellett ezt nézni. Amikor már egészen megcsonkították, megparancsolta, hogy elevenen tegyék fel a tűzre, süssék meg a serpenyőben, míg a serpenyőből egyre áradt a füst. Kölcsönösen biztatták egymást az anyjukkal, hogy hűségesen halljanak, meg így beszéltek: Elohim Jahuva látja, és minden bizonnyal megkönnyörül rajtunk, hogy Mózes világosan megmondta énekében, amelyem ezekkel a szavakkal buzdít szolgáin, megkönnyörül. Nem akarok végigmenni, de ez zajlik itt utána. Szóval ez mindez azért, mert arra akarta kényszeríteni, hogy a sertéshúsban ne egye. Ez Makabeusok 7-es fejezet, Makabeusok 2 7-es fejezet, megosztom ezt is. Azt hiszem, hogy... Ja, nem tudom. Csak az alapoldalt tudom megosztani. Úgyhogy ennyit arról, hogy ki mit teszik, és hogy mi az, ami kényszer helyzet. Hát ott úgy hangzott, hogy ez eléggé kényszer helyzet volt. Így van, nem szabad érintkezni vele. Itt van egy másik. Felolvasgatom a kommenteket, gondolom nem haragszik meg senki. Mikor eljutottam az étkezési szokásokhoz, tavaly tényleg pont azért vágtam disznót, gondolom, amikor hazaértem, kilöktem az egészet le. De hogy is, hát ez így van. Sőt, én egyébként kaptam ajándékba disznóhúst, és még az utcán élőknek sem adtam oda. Pedig gondolkodtam rajta erősen, hogy esetleg lehet, de valahogy úgy gondoltam, hogy ha én nem enném meg, akkor nem adom oda. De ugyanez a helyzet a többi hús formában is egyébként. Nem, csirkehússal nem lenne ez. Nem nagyon lenne ez a csirkehús, egész más a csirke, az egy tiszta állat, úgyhogy a csirkét lehet enni. Le van írva, még egyszer, 3 Mózes 11, ahol le van írva az egész történet. Ezekről a dolgokról. Ez Makabeusok 7, akit második Makabeusok 7, akit érdekel ez a borzalom. Hát figyelj, kesztyűvel sem, a kesztyű hozzáér, a kesztyű tisztátalan lesz, és minden, ami hozzáér a tisztátalanhoz, tisztátalan lesz, szóval ez egy ilyen ördögi kör lesz ott akkor. Egy pillanat, és visszatérek. Egy pillanat. Rendben. Szóval nem tudom ezt a kesztyűs dolgot. Én úgy szoktam, hogy még én meg se fogok semmit sehol, ahol vagyok. Úgyhogy... hát nem tudom. Lehet, hogy ez is túlzásra tűnik. Egyébként szegény disznó amúgy... Érdemes megnézni azt, és most megpróbálom megosztani azt a videót. Ha megtalálom gyorsan, ahogyan működik nem tudom, hogy ismeritek ezt a halál mészárlási technikát, ami a iszlámnak a... Ugyanaz, mint a kóser, csak ez halálnak hívják, és
ez az a technika, ahogyan vágják a birkát, meg ahogyan ők elkészítik az állatokat. Nem tudom, hogy meg tudom-e találni ilyen gyorsan. Az, hogy hogyan viselkedik egy birka, ahogy amikor megnyírják, levágják a gyapjút, vagy pedig mielőtt levágják, vagy hogy viselkedik egy disznó, amit ugye mindenki tud, hogy még a másik faluban is lehet hallani, hogy tizen üldözik, meg nyolcan fogják le, meg négyen szúrják, és még mindig nem lehet normálisan, és hogy hogy viselkedik a birka ugyanebben a szituációban. Halál. Nem tudom. Sépsz. Aha, igen, ez az. A birka pedig egész egyszerűen, ez az a videó, majd nézzétek meg, vagy valahol itt körül, valamelyik ezek közül. Megfogja, lefekszik úgy, ahogy van, elvágja a nyakát és visszát. Így van kitalálva. Ez a rendszer így van kitalálva. Ezért mondja, hogy mint a bárány a mészárszékhez, vagy pedig a birkanyíróhoz, úgy ment hang nélkül, ő is valahogy így fogalmaz. És a megváltóra utal, hiszen a bárány hang nélkül megy, hiszen ő így van kitalálva, ő erre van kitalálva. Figyelj csak, hogyha muszáj részt venni, ez olyan dolog, hogy ez az élet. Az ember elindul az úton, járja, és aztán ahogy belejön, úgy egyre több mindenre tudja azt mondani, hogy nem. Ami én nagyon sok mindenre azt mondom, hogy nem, amire nem mertem volna azt mondani néhány hónapja, akár. Úgyhogy, sőt, nagyon sok mindent úgy csinálok, ahogy nem így csináltam, mondjuk néhány hónapja. Mint ahogy néhány hónapja én még ettem hús, most már nagyon ritkán. De nem azt mondom, hogy ne egyen senki, én azt mondom, hogy ha nem lehet tudni, hogy van benne vér vagy nem, akkor inkább nem. De hogyha van kóser dolog a környéken, akkor mindenképpen, miért ne? De ha nincs, akkor én nem tudom, hogy van-e benne, és nem azért, mert nyilván tudatlanul lenne benne, de miért legyen, hogyha egyszer ki lehet kerülni. Úgyhogy inkább nem. De ha most itt olyan fontos a disznóvágás, mint akkor egy kesztyűvel szerintem meg lehet oldani. Bár én nem. Én megmondanám, hogy figyelj csak, én ilyen cserejátékos leszek most inkább, és akkor ezt a borzadályt végig se nézem. Igen, ez azt hiszem korintusi, ugye? Ez a van egy példa, meghívnak vendégségbe, ha pedig valaki meghív titeket hitetlen közül. Azt hiszem ez... Erről csináltam egy videót korábban. Egy. Nem. Melyik? Honnan van az a vers? Írd már be, légy szíves. Mert nem tudom, csak azt tudom, hogy... Azt tudom, hogy erről pont csináltam. Erről van egy videó, ami egyedül erről a korintusiról van. Á, nem, talán mindegy. Ja, 27. Pillanat. Jó, ez nem erre, nem arra vonatkozik, hogy akármilyen dögöt meg lehet enni. Ez 1 korintusi 10. Ez nem arra vonatkozik, hogy bármilyen dögöt meg lehet enni, ez arról beszél, hogy egy pillanat és megkeresem. 1 korintusi 10. Egy korintusi 10. Oké. Okay.
19, itt 19 vers, ugye ez a 27-es ott, a 19-es így szó. Mit mondok tehát, hogy a bávány valami, vagy hogy a bávány áldozat valami? Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Elohimnek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok Jahu a poharát, és az ördög poharát. Nem lehettek Jahu asztalának, és az ördög asztalának részesei. Haragra ingereljük Jahuát, avagy erősebbek vagyunk én nálánál. Minden szabad nekem, de nem minden haszna. Ugye itt a bávány áldozatokról van szó, itt nem arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy, hogy milyen húst esznek. Ő számuk, meg kell érteni mindenkinek, hogy számukra ez soha nem volt kérdés, hogy mi az élelem. Ők tudták, hogy a disznó nem egy él. Ők úgy néztek rá, mint mondjuk mi nézzük egy fotelra, vagy egy tévére, vagy egy csigára. Mármint úgy gondolom a legtöbb ember. Az nem élelem, az csak egy dolog, ami ott van, aminek megvan a haszna, de nem azért van, hogy az ember megegye. Az élelem nekik más volt az, amiről úgy gondolkoztak, hogy az meg lehet. Nekik ez sosem volt kérés, ezért jött az Izrael elveszett bárányaihoz, mert ők tudták nagyjából az egészről volt fogalmuk. Nekik ez nem volt kérdés, hogy a disznó az nem játszik ebben a témakörben. Ez az egész verszak, ez az egész fejezet a bávány áldozatokról szól, és arról, hogy teljesen fölösleges, ezért mondtam a kósert. El lehet menni egy halál mészárszékbe is, attól függetlenül, hogy őket Allának áldozzák azokat, a kóser meg Istennek, vagy mit tudom én, minek csinálják. De mind a kettő egy és ugyanaz az ellenség. Tök mindegy, teljesen mindegy, hogy ők mit csinálnak. Attól még az a hús, ugyanúgy mi megesszük, és köszönet mondunk Jahuának azért, hogy mi ehetünk, amennyiben az tiszta hús, és megesszük. Erről beszélő itt, nem arról, hogy mostantól kezdve csiga, meg pucércsiga, meg mit tudom én, mi minden játszik. Arról beszél, hogy mindent, amit a mészárszékben árulnak, meg semmi sem tudakozott a lelkiismeret miatt. Egész fejezetben a bávány áldozatról beszél. Nem váltott át hirtelen arra, hogy most már akármit lehet enni. Úgyhogy ez a probléma 1 Korintus 10-zel. Erről amúgy van egy videó valahol. És abban az egész, ezen az egészen végig megyünk. Sőt, azt is elmondja, hogy ha meghív valaki a hitetlenek közül, és el akartok menni mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozom ott már a lelki ismeret miatt. Azonban, ha valaki ezt mondja, ez báványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és az ő lelki ismeretért, mert Jahuáé a föld és annak teljessége. Azt mondja, hogy ne együk meg nem azért, hogy nekem mindegy, hogy ő mit gondol, hogy ez miféle buthának, vagy Krisnának, vagy mit tudom én, mik vannak még ezekből, vagy ez Jézuska, vagy akármi, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nem magunk miatt, hanem azért ne együk meg, mert ő azt gondolja, hogy az egy valami. Így inkább mondjuk azt, hogy mi nem eszünk ebből, mert ez az egész egy vicc, hogy Jézuska, vagy Buddha, vagy mit tudom én, kire vonatkozik. Ha azonban nem mond semmit, akkor együk meg, az kész szó nélkül. Ha elkezdi magyarázni, hogy ez Tammuzkának van, vagy Allahnak, akkor viszont az van, hogy köszi szépen, ez nem, én ebben nem akarok részt venni. Nem magam miatt, hanem miattad. Persze ezt nem mondja el az ember. Úgyhogy ez egy korintusi erről szól, nem feltétlen arról, hogy mindent lehetne enni. Igen, ez a Szelekuida birodalom, ezt már múltkor sem tudtam megjegyezni, de az egyik a görög volt, a másik meg ez egyébként. Tulajdonképpen. A hurka kolbász, meg a gulyás húsra mondtam, nemet, paprikás csirkét, faltam előbe egy idő. Az lehet, az más. Mondjuk így, hogyha belegondolsz, ahol az, ami a konyhán ezt az egészet ott, ezt az egészet, ahogy ott melegítik egyik edényből a másikba, meg egy hűt. Most én tényleg nem azt mondom, hogy ne együnk semmit sehol, mert ez lehetetlen már, de
De ilyen alapon minden tisztátalan, amit ők ott így összemocskolnak. Szóval, de nyilván most, ha csirke, akkor csirke. Amúgy a csirkéről se lehet tudni, hogy van-e benne vér, vagy hogy készítették el. A kóser nem zsidót jelent, a kóser azt jelenti, hogy tiszta, ha jól értelmezem, vagy valami ilyesmi. A zsidó az Yahudim, az a zsidó. Yahuda, az Júda törzse, 12 törzse van Izraelnek, Izrael ugye Jákob, ő a Jákob háza, az a 12 törzs, az északi királyság lett a 10 törzs, a déli királyság lett Júda, Benjamin és egy része a Lévi törzsének. Ez megmaradt a déli királyság, ugye a Dáviddal kötött szövetségnek az eredménye az, hogy a teremtő megígérte Dávidnak, hogy mindig lesz egy törzs, akivel ő megmarad, aki megmarad Jeruzsálemben, ez amennyiben követik a törvényeket. Ez egy feltétel volt. Így is lett. Júda törzse mindvégig megmaradt Jeruzsálemben egészen 70-ig, amíg a rómaiak onnan kitakarították őket. Az egy hasonló sztori volt, mint a makkabeusok egyébként, ott volt néhány év körülzárták, utána azok megették egymást, és akkor a maradékot meg leölték. Aki meg hallgatott rá, akkor az mondta, hogy mikor látjátok, hogy a csapatok körülzárják Jeruzsálemet, fussatok a hegyekbe, ne is gyertek le a háztetőről, hogy összeszedjék a holmit, vagy a mezőről, hogy összeszedjék, csak fussatok, ahogy csak bírtok, amikor meglátjátok, hogy ezek itt vannak. Úgyhogy akinek esze volt, az elmenekült, akinek nem, az meg utána megette a másikat, és leölték őket. Ez a története nagy vonalakban a zsidó dolog. Úgyhogy a zsidó az félrevezető, a zsidó az Júda törzsét jelképezi. Aztán Júdát is ugye kirúgta onnan, amennyire csak lehet, és szétszórta őket a föld négy sarkára, és őket gyűjti össze az utolsó időben. Először aztán Izraelt, aztán mindenki mást, akit ő hív, és aki hallgat. Kóser az étele vonatkozik, kóser rítják az ételüket, sósúzva kiáztatják a vért többek közt, plusz ugye ők akkor nem esznek tisztátalan állatot jó esetben. Ja, hogy ez nem egy helyen történt. Jó, jó, az jó, az jó. A disznó ugyanolyan intelligens. Hát, ja, úgy néz ki. Csak viccelt. A disznó, ha intelligens, akkor jól titkolja. Ezt azért hozzáteszem. Igen. Ez egy temetésem volt. Ez a kacsa-liba dolog, én nem tudom, hogy nem lehet enni a kacsát vagy libát. Ez még mindig egy ilyen óriási kérdőjel. De én a biztonság kedvéért nem foglalkoznék vele. Mert ugye a hattyúról van szó, meg arról, hogy annak a családja, vagy mi ez, és akkor azt se lehet tudni, hogy a hattyú az hattyú, mert ugye az a szó, ami a hattyú helyén áll, az tisztázatlan, hogy mit jelent ez a szó, na ez a lény. Úgyhogy nem biztos, hogy az hattyú, de egyébként a kacsa, így a tulajdonságait ítélve, általában szerintem a probléma a dögevőség, vagy pedig a ragadozóság, hogyha így belegondol az ember, azok az állatok, amik nem növényevők, általában az a tiszta, amelyik már ilyen dögevő forma, meg megeszik mindent, meg még annál többet, meg minden szemetet, az, amelyik kiesik ebből az egészből. Azt gondolom a halakat, mindenki tisztában van, az egyszerű, amelyik a pikely van, meg uszonya, az, ami lehet, ami nem, az nem. Az is érdekes szerintem, hogy azok a drága dolgok a tengeri izék közül, amik a most mocskot eszik föl a tengerből. Úgyhogy így működik az ellenség. Nem csak, hogy átveri az embereket, hanem eladja a szemetet és pénzt csinál belőle. Mint a tévét, az oktatás, a politikát, a szórakoztatóipart, vagy a szemetet az ételbe. Mindig a szemét az, ami pénzbe kerül, mi fizetünk gyakorlatilag azért, hogy bűnt kövessünk el, és hogy szemetet együnk, vagy lássunk, vagy hallgassunk. A birka hús, ez tiszta.
Úgyhogy a török sofőrrel a birkahús evés az nem probléma. Hiszen az ember nem tudja, hogy hogy készítették el. A disznó ugyanolyan intelligens, mint egy kutya. A kutyát sem esszük meg. A kutyát nem esszük meg, mert a kutya visszaeszi az ürülékét. És az nem egy jó szokás. A disznó meg nem csak a sajátját, hanem mindenkiét megeszi. De a kutya is megeszi bárkiét, ha épp olyanja van. Úgyhogy a kutyát ezért nem szoktuk megenni. De plusz azért, mert ugye ő ezt mondta, hogy ez nem csak mert ragadozó mellesleg. Szóval ezek a problémák a kutyával. Az, hogy ki, melyik milyen intelligens, hát nem, figyelj, én disznót még csak úgy látom, hogy fetrenget a saját ürülékével, és olyan büdös volt körülötte, hogy az emberek a bele kifordul. Azon kívül, hogy intelligens, azt én nem tudom, de azt feltételezném, hogy aki intelligens, az nem olyan körülmények közt él. Most én ennyit a disznóról. De amúgy aranyos, főleg amikor kicsi. Úgyhogy ennyit a disznóról. Kutyáról, párducról, a gepárdról, a tengeri malacról, a pocokról, ezek mind sajnos nem ehetőek. Ugyanúgy, ahogy az egér, a pucércsiga, a kígyó, meg a százlábú. Sőt, a százlábút hozzá se lehet érni. De amint láttuk, egyikhez se. Úgyhogy ennyit erről. Na, vannak kóserboltok, és azt is, hogy zsidók szolgálnak ki, mert zsidó tulajdonban vannak, a golyókat ki sem szolgálnak. Így van, a zsidóknak mindegy, nem is érdemes velük foglalkozni, ők sajnos el vannak tévedve. Jó, én tudom, hogy csak azért írtad, én csak vicceltem, én csak azért mondom, hogy úgy él, ahogy él, hát most ha ő úgy akar élni, akkor úgy él, hát ez az ő döntése. Minden esetre én nem élnék úgy. A nyúl is tisztátalan, pontosan, a nyúl is tisztátalan. A nyúl is visszaeszi az ürülékét okosan, hogy még egyszer átmenjen rajta, biztos a kedvéért, nehogy valami kimaradjon, úgyhogy a nyúl is tisztátalan az összes rágcsálóval együtt. Szerintem az se egy jó pont, hogy rágcsálók és mindent összerágcsálnak, meg összeesznek, úgyhogy szerintem ez is egy probléma a nyúllal kapcsolatban. És a végére értünk a kommenteknek. Igen, a Ramadán egyébként Allah ünnepe, sőt azt hiszem, hogy a Ramadán az egy, nem is egy, nem is tudom mit, van az ugyanaz az a pogány dolog megy az iszlámban, mint a katolikusoknál, meg a, nem is tudom, ez a 40 napos bőjt, ez kinél divat, de ugyanez van ott is, és azt hiszem a Ramadán annak a végét jelenti. Azt hiszem a Ramadán, vagy lehet, hogy az maga a Ramadán, az a 40 napos böjt, amikor nappal nem esznek, csak éjszaka. És sőt, nem is isznak nappal, úgyhogy ez azt hiszem nyárra jön ki valahogy úgy alakul. Úgyhogy ez hosszú nap, evés nélkül és ivás nélkül, azt hiszem 40 napig. Ez a Talán ez a Ramadán, én úgy emlékszem. Nem tudom. Ja igen, sáskát lehet enni, bizonyos sáskákat lehet enni. Csak meg kell sütni. Bele kell tenni a tűzbe előtte, azt hiszem. És mézzel, ahogyan bemerítő Szent János, vagy keresztelő Szent János csinálta mézzel a sáskát, úgyhogy az lehetséges. Így van, bemerítő János. Teveszőrből készült ruhát visel, derekán bőrövel sáskát vett. Azt nem tudom, hogy lehet a teveszőrből készült ruhát viselni, hogyha
Egy tisztátalan állatnak nem lehet a dolgait megérinteni, hiszen a teve egy tisztátalan állat. De... Ezt sose értettem. Lehet, hogy az nem vonatkozik minden tisztátalan állatra, nem tudom, aki megfejti, az írja be majd. Na, úgyhogy ennyit ezekről a dolgokról. Nem tudom, hogy... Rovarokat nem lehet enni, csak a sáskát lehet megenni. Úgyhogy annyira ne örüljön senki. Szöcskét sem lehet enni, egyetlen kúszó-csúszó dolgot sem lehet megérinteni sem. Bizonyos sáska formákat lehet enni. Csak az a baj, hogy szerintem senkinek sincs fogalma arról, hogy mindjárt megtalálom itt gyorsan, hogy mit jelent a kargol sáska, a szolám sáska, az árbé sáska, vagy a kagab sáska és az ő nemük. Úgyhogy aki ezeket majd meg tudja különböztetni a nagy nyomorúság idején, az nagy király lesz. Azon kívül meg a többiek ott fogják majd szemlélni a sáska rajokat éhesen, és gondolkoznak, hogy vajon miért nem figyeltek oda a biológia órán jobban, és tudnák azt, hogy melyik az árbé sáska a sok közül. Egyébként minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig utálatos legyen nektek, ez a szárnyas féreg, ezek a dolgok, ezek a szögdécselő mindenféle dolgok. Plusz, amelyiknek ennél több lába van, az is ebbe a kategóriába tartozik. Így van, ezt mondom, hogy a rák is milyen drága, és az is egy tisztátalan holmi. Úgyhogy ezt mondom, az olyan, mint a tévé, egy szemét dolog, és azért az ember fizet nem csak magáért a készülékért, hogy még meg is figyeljék, hanem még azért a programért, azért a szemétért, ami ott jön belőle, még azért is fizet, ugyanúgy, mint a rákért. Én nem iszok tejet sem már egy ideje egyébként. Valahogy így elment tőle a kedvem, nem tudom megmondani, hogy miért. Eszek amúgy másfajta tejterméket, de tej valahogy nem. Ittam egy időbe, és most az utóbbi időkben valahogy úgy éreztem, hogy nem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Annak ellenére, hogy sajtot eszek, de a tej valahogy nem. De nem azt mondom, hogy nem lehet, mert lehet. De én nem. Úgyhogy a többi ilyen lényeket nem nagyon érdemes megenni. Sőt, érdemes ahhoz tartani magát az embernek, ami oda le van írva, amit lehet. Ha meg vendégségben van, akkor meg megkérdezni, hogy mi a helyzet, mi ez a dolog, vagy egyáltalán hogy van ez az egész itt. És akkor az alapján eldönteni, hogy részt akar-e venni az ember abba az egészbe, vagy nem. De én általában nem szoktam. Úgy megyek, hogy nem vagyok éhes. És akkor nem kell. Vagy azt hazudom, hogy nem vagyok éhes. Nagyjából ennyi volt a haditerv, úgyhogy szerintem megbeszéltünk minden kérdést is. És nincsen is több. Még annyit mindenképp elárulnék. Azt hiszem a teológiáról már volt szó, hogy ha valaki emlékszik rá, akkor írja ide gyorsan, hogy már beszéltünk a teológiáról, de ezt nem hagyhattam ki. Még azzal, amivel kezdtük, ezzel a bölcsesség, meg ezzel az egész dologgal kapcsolatban. Azt akartam, hogy mindenki lássa.
Ez a teológia, a teológus módszere, a logika és a filozófia gondolkodási szabályai. Úgyhogy minden, ami a teológiából származik, az minden rossz. Hiszen ez logika és filozófia. Mind a kettő haszontalan. Észak-Korea! Én nem foglalkozok többet Észak-Koreával. Nem vagyok hajlandó Észak-Koreával többet foglalkozni. Nevetséges. De én szerintem, aki érti, hogy hogy működik a világ, az szerintem szórakozik mostanában azon, ami történik. Mármint úgy, hogy egyik fele sír, a másik nevet nyilván. De ha amennyiben valakinek kinyitja a szemét, Yahuwa, erre az egész világra, az szerintem egy áldás mindenképp. És az a legnagyszerűbb dolog a világon, de hogyha ha minden, mármint úgy, hogy megérti az egészet, így a nagy képet, hogy minden hazugság, az óriási úgy figyelni. Még akkor is, ha szörnyű, de... Szörnyű persze, de így jó, hogyha az ember tudja, hogy jó, oké, ez is egy hazugság, meg az egész egy hazugság. De egyébként meg banális dolgok mennek már a világban, szóval átlátszó az egész igazság szerint, hogy hazudnak. És a legtöbb ember ennek ellenére nem érti, mivel nem hajlandó. Vagy hát egyszerűen csak természetesen azt mondja, hogy Yahuwa az, aki hívja az egyén. Persze, aztán az egyén válaszol, ő az, aki eldönti, hogy ki az, akin könyörül, és ki az, aki nem. Szóval ez az ő döntése egyértelmű. Meg persze az ember ugye az életével utána már elkezd járni az úton. De amennyiben értjük azt, hogy hogy működik a világ, akkor ez az Észak-Korea, az egy szenzációs dolog szerintem. Hogy lehet az komolyan venni, azt a karaktert, hát Gangnam Style, én ezt nem tudom megérteni. De nem akarok ebbe erre elkalandozni. Annyiszor volt már szó róla, úgyhogy... Az biztos, hogy bennük nincs bennük a Szent Szellem kicsi ereje sem ezekben a karakterekben, úgyhogy az 1000%. Még búcsúzóul megmutatnék egy nagyszerű idézetet azok számára, akiket érdekel. Ez pedig Lukács lesz a 24-es fejezet. Csak azért, hogy mi az írás. Mi az, amikor arról beszél Saul a második Timóteus 3, mikor azt mondja, hogy az írás alkalmas fedésre, jobbításra, üdvösségre, és az egész írás Elohimtől ihletett. Mikor erről beszél, mi az írás. Érdemes megkérdezni azoktól, ha valakinek segíteni akarunk, akkor érdemes megkérdezni azt, hogy szerinted mi az írás, és megvárni azt, hogy megmagyarázza számukra, megmagyarázza nekünk, hogy mi az írás, mi az, amit írásnak tekintünk, és mikor nem tudja, mert hogy nem fogja tudni, akkor elindulni Lukács 24-26-tal, és megmondani neki, hogy avagy nem ezeket kelletté szenvedni Mesiáknak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Ez ugye arról szól, hogy meg volt írva eleve az, ami történt a megváltóval. 27, és elkezdvén Mózestől, és minden profétáktól fogva, tehát a törvények és a proféták, magyarázza valanékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak, ez a megváltó, aki ebből tanít, amit mi ma Ószövetségnek mondunk, meg amit mindenki megvet, meg amit mindenki kidobálna a szemétbe, ő ebből tanított. Mózestől a prófétákon át. Innen, mikor ezt elmondtuk neki, leugrunk a 32-eshez, és megmondjuk, hogy és mondának egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk. Nem örvendeztünk-e, nem örültünk-e, nem lettünk-e vidámak, boldogok, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázza nékünk az írásokat, ezek az emberek
örömmel tanulmányozták az írásokat, ami ugye megtudtuk, hogy Mózes és a proféták, ezek örültek, mikor erről volt szó, mikor ezt magyarázta nekik. Nem azt mondogatták, hogy ó, haver, ezt eltörölte már, meg mikor meghalt, onnatok, ez a más van, meg ez ránk nem vonatkozik, meg ez a zsidóké, meg ez ó, meg ez régi. Ha ez sem elég, akkor 44-45 ugyanitt lezárja az egész ügyet, és mondta nékik, ez ugye Jehusák a másiák. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, miknek, amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Tehát a Mózes törvénye, a proféták és a zsoltárok róla szóltak. 45. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméket, hogy értsék az írásokat. Az írás, Mózes törvénye, proféták és a zsoltárok. Miért? Azért, mert Máté a jelenések könyvéig nem létezhetett, mikor ő ott járt velük. Pál leveleiről nem is beszélve, hiszen azok levelek. Úgyhogy azok az emberek, akik ma azt mondják, hogy az Ószövetség az már nem érvényes, hogy az Ószövetség az el van törölve, hogy az nem számít, azt nekünk nem kell, az csak egy olvasmány, azoknak ezt meg kell mutatni, hogy a megváltó azt mondja, hogy Mózes törvényében megirattak a profétáknál, a zsoltárokban, és megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Ők ebből tanultak. Számukra ez volt jelen csak. Ha ők akkor ezt írásnak gondolták, annak tartották, szentírásnak, ebből tanultak. Ha Saul azt mondta, hogy ez alkalmas feddése, jobbítása, üdvösségre, a megváltóba vetett hit által, akkor hogyan mondhatjuk mi azt, hogy ez ószövetség, és erre nincs többé szükség? Ha esetleg valaki meg akar indulni, embereket téríteni. Vagy csak úgy családon belül feltenni ezt a kérdést. Hé, hogy lehet az, hogy te azt mondod, hogy Ószövetség. Ki mondta ezt neked? Hogy ez Ószövetség. Honnan lehet ezt tudni? Hol írja ezt az írás, hogy ez Ószövetség, és erre nincs szükség? Mert én tudok mutatni neked egy helyet, ahol azt írja, hogy ez az írás, és maga a megváltó ebből tanított. Akkor hogy lehet, hogy mi ezt Ószövetségnek hívjuk? És ezzel elbúcsúzom, és mindenkinek a legjobbakat. Még annyit, amit már mondtam a múltkor is, hogy a Google Plus-on megy a műsor mind a két csatornán, ugyanúgy, ahogy a YouTube-on, aki megossza, nagyszerű, minden like, komment, minden ilyesmi használ, sőt, vannak reklámok is elhelyezve ezekbe, aki rákattint, nézegeti, az tudja támogatni teljesen ingyen az egész csatornát minimális energia befektetéssel. Ha esetleg eszébe jut valakinek, és nem nyomja el reflexből egyből a reklámot, ahogy én szoktam, akkor az nagyszerű. Még várok egy percet, ha esetleg van valami más kérdés, a jól lakott napközisen kívül, és utána elbúcsúzom. Valóban úgy néz ki, mint egy jól lakott napközis ez a karakter, sajnálom, de ez van. Én nem is haragszom rá igazából, egyszerűen úgy néz ki. De a legdurvább az szerintem, hogy mikor megcsináltak ezt a Gangnam Style videót, szerintem ők már tudták, hogy ez a bohóc lesz. 1000%. És egyszerűen így röhögnek rajta, hogy ilyen dolgokat csinál, kondicionálják az embereket arra, ami történik. És közben ők röhögnek, én biztos vagyok benne. Vagy lehet, hogy csak az én fantáziám túlélénk, de ez a Gangnam Style, én mikor megláttam ezt a bohócot, meg a Gangnam Style-t, én nekem egyből ez jutott eszembe, hogy... Jaj. Hogy ezt ezért csinálták. Vagy nem, valahogy így... Valahogy így van.
Azok, akik ismernek valamit a Szentírásból, azok a lényeg. Akik járnak templomba, akik hisznek, hívegetnek, akik azt mondják, hogy ők keresztények, ők reformátusok, akikkel jó viszonyban vagyunk, azokkal el lehet néha beszélgetni. Ha nem zárkóznak el egyből. Nem azzal kezdeni, hogy úgy, te eszel disznót, neked véged van. Hanem megkérdezni, hogy mit tudom én. Mit olvasol? Vagy mit gondolsz erről? Vagy mit gondolsz arról? Azért mondja, hogy bölcs, mint a kígyó, ártalmatlan, mint a galamb. Mindenkihez oda lehet kúszni valamilyen formába, hogy hé, nem-e, vagy mit gondolsz, vagy hogy gondolod ezt. Ahhoz érdemes megjegyezni bizonyos alap verseket. És aki nézi, követi azt a Pál rómaiakhoz leveleit, abból rengeteg ilyen alapverset meg lehet tanulni. Mi az igazság, mi a hit, ez állandóan szerepel, mi a gonoszság, ezek mind benne vannak. Ez a Zsoltárok 119, 30, 34, így tanulja meg az ember, hogy olvasgatja, meg mondogatja az embereknek. Ezékiel 18, abból a gonoszság, az igazság, ez benne van. A Zsoltárok 119, 142, 40, 144, az is az igazság. Zsoltárok 49-es, mi a teremtő akarata, hogy a törvény a szívedbe legyen, stb. Szeresd fele barátodat, mint te magadat, ez szintén fontos, hogy ez már benne van az Ószövetségben réges rég. Ez egyáltalán nem egy új gondolat. Persze most nem tudom megmondani, hogy hol van pontosan, azt hiszem, hogy ez. De hát megkeresem gyorsan. Mert ez fontos, mert az emberek azt gondolják, hogy ó, Jézus eljött, azt ő megmutatta, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és ez mindig is így volt. Az, hogy mikor mondja, hogy mi a legfontosabb parancsolat, ahogy ó, Izrael, a te, hogy Yahuwah egy Elohim, és szeresd őt teljes erődből, teljes szívedből, teljes lelkedből, ez például Márk 12:29, ugyanúgy, ahogy 5 Mózes 6:4-6, vagy Józsué 22:5, vagy Máté 22:37. Ha valaki kiírja, akkor egy idő után megtanulja, és akkor meg tudja mutatni, hogy ezek a dolgok nem újdonságok. Ez mindig is így volt. Megkérdezik, hogy mi a hit? Zsidókhoz 11:1-6? Vagy rómaiakhoz 10:7? 10:17, bocsánat. De Habakuk 2:4, az igaz ember hit által él. Ez mindig is így volt. Ezek nem új dolgok. De amit néztünk az előbb, a Prédikátor könyve 12:14, kövesd a parancsolatokat, és ez az egyetlen dolgod van. Ez szintén benne. Hogyha ezeket kiírja az ember, szépen lassan megtanulja, akkor tud beszélni azokkal, akiket érdekel. Nem feltétlen mindenkivel, meg én nem azt mondom, hogy minden jött ment el, le kell állni az utcán, meg az utcasarkon elkezdeni kiabálni, hogy mit tudom én. Vége van a disznóhúsnak, meg ilyenek. Hanem akiről tudjuk, hogy figyelj csak, te tudtad, hogy ezt ő megmondta a kezdetén, hogy ezek a dolgok, ezek nem eledelek, vagy nem eledelnek számítanak. Ó, nem, ez Pál eltörölte. Hát figyelj csak, kit érdekel, hogy Pál eltörölte? Mikor a teremtő maga megmondta Noénak, hogy tisztátalamból kettőt, kettőt, tisztából hetet, hetet, mikor kilépett onnan, megmondta, hogy a tisztákat áldozza föl. Nem azt mondta, hogy akármit, már akkor volt tiszta, meg volt tisztátalan. Ez nem akkor pattant ki a fejéből, mikor megmondta nekik a hegyen a parancsolatot. Vagy a szombatnak. Ó, azt a zsidóknak adta. Ha a zsidóknak adta, hogy lehet, hogy második Mózes második fejezetben már ott azzal kezdődik, hogy a hetedik napon megpihent, és azt a napot megszentelte és megáldotta. Mert akkor pihent meg minden munkájába. Akkor hogy van az, hogy már akkor új volt? Meg ilyen kérdések, és akkor így az emberek elgondolkodnak, hogy hoppá, akkor lehet, hogy mégse úgy van, ahogy én azt
Azt gondoltam, vagy ahogy eddig én azt képzeltem. Sőt, van rengeteg ember, aki azt mondja, ó, ez a zsidóknak való törvény, ez ránk nem vonatkozik. Érdekes, mert második Mózes 12.49 azt mondja, hogy egy törvény legyen neked meg a jövevénynek. Míg 3 Mózes 24.22 ugyanezt mondja. Sőt, nem, hogy azt mondja, hanem azt mondja, hogy a jövevény olyan legyen, mint te magad. És egy törvény vonatkozom rád és a jövevényre, aki köztetek él. Ugyanezt mondja el, mikor a Páska ünnepét mondja, hogy egy törvény vonatkozom rád és arra, aki itt él. Ugyanezt mondja el 4 Mózes 15.16 és 29. Józsué 8.30, mikor megkötik a szövetséget, mikor bemennek a Kánán földjére, és ott van a jövevény, és ugyanezt mondja el, hogy egy törvény legyen mindenkinek. Első Királyok 8.41, mikor megköti a szerződést, mikor megtalálják, és nem tudom, az Hezekája, Hezekia talán, de nem vagyok benne biztos. Mikor megtalálják Jahua törvényét, a templomba kihozzák, mindenkit odahívnak, a jövevény is ott áll. Úgyhogy akkor hogy lehet az, hogy mindvégig vonatkozott mindenkire, most meg kettő van. Főleg úgy, hogy azt mondja, hogy egy lélek, egy bemerítés, egy Elohim. Úgyhogy ezeket a dolgokat lehet az embereknek szépen súlykolni, hogyha valaki vevő erre. Emlékszem a Gerappa dologra, az is egy bohóc dolog volt. Gangnam Style. Akkor az egyik tanfolyam. Persze, aki azt mondja, hogy neki ne szabja meg senki, még Isten se, hogy ő mit tegyen, hát azzal meg kell mondani, hogy good luck. És viszlát. Nincs ezzel probléma. A szombat nem a hatodik nap, vagyis a szombat nem a hatodik nap, a szombat a hetedik nap, a vasárnap a hét első napja. Sajnos azt kell, hogy mondjam. A vasárnap mindig is a hét első napja volt. Szombat mindig is a hét utolsó napja van, csak a naptárunk úgy van rendezve, mint minden, hogy eltitkolja ezt. Én nekem meggyőződésem, hogy nem egy naptár szerint haladunk, nem a Gregorián naptár, a teremtő naptár, ehhez nem kell éles ész, hogy ezt kitalálja valaki. De az igazi naptárt nem tudjuk pontosan. És erről is volt már szó másik ilyen videóban, úgyhogy mikor váltják, de én nem akarok a világgal foglalkozni, de nem tudom, hogy mikor váltják le Trumpot. Őszintén szóval, abban sem vagyok biztos, hogy leváltják. Trump nagyon jó figura neki. Trump olyan károkat okoz, hogy felbecsülhetetlen értékű károkat okoz az emberiségnek. És úgy, hogy mindezt, mint egy bohóc. Szóval én szerintem Trump az egyik legnagyszerűbb karakter, akit ők valaha kitaláltak. Obama is nagyszerű volt, sőt, szerintem Bush is remek. Lehet, hogy Bush volt talán a legjobb. De szerintem Trumpot nem lehet überelni. Trump előadja az idiótát, és közben megvezetik az egész világot. Az egész világot. Trump le fogja rombolni az egész amerikai társadalmat, már most lerombolta azzal, hogy megosztja az embereket. Úgy megosztja őket, mint soha senki más nem tudta volna. Két része szakítja az egész országot. Vagy utálják, vagy szeretik. A fehérek a feketék ellen, a nők a férfiak ellen, az öreg a fiatal ellen, az egyetemista a dolgozó ellen, a munkanélküli, mindenki a másik ellen van. Az egész társadalmat szétrombolja. Emellett egy dolgot mondott választás előtt, a homlok egyenest másikat csinál most, és nem tudsz vele mit csinálni, mert egy idióta, mert azt a szerepet játszol, hogy egy idióta. És mindent el lehet vele adni. El lehet adni a falat, el lehet adni a közel-keleti háborút, a kereszténységet, még azt a maradvány kereszténységet, evangélikus dolgot, ami ott Amerikában működik, azt is meg fogják utáltatni a világgal. Hiszen azt mondják, hogy ő a kereszténységet képviseli, míg ő eleve katolikus, ugye a legtöbb embernek már a kereszténység meg a katolikus közt nincs is különbség, fogalma sincs az egészről,
katolikus iskolában nevelkedett, ott volt a jezsuita évzáró vacsorán Hillary Clintonnal ketten együtt ott ültek egymás mellett. Semmi közük a kereszténységhez. Ennek ellenére az emberek azt mondják, hogy ő egy bigott, azért, mert ő keresztény értékeket képvisel. Közben egy katolikus. A kereszténység is pogány, nem beszélve a katolikustól. Teljesen mindegy az embereknek, hogy mit mondanak. Teljesen mindegy az embereknek. Be van programozva mindenki úgy, azt csinálja, úgy ugrál, hogy van. Trump nagyszerű erre a feladatra. Ő az egész világot fel tudja forgatni. Mint Mr. Bean. Mint egy Mr. Bean karakter. Hogy így az ember nem tud rá haragudni, mert tudja, hogy egy idióta. És ezt csinálja végig. Ott volt Vatikánban most. Hát Hitler azért más, meg nem tudjuk igazából, hogy akkor hogy zajlott. De Trump szenzációs szerintem. Mr. Bean csak a politikában. Az ember nem tud rá haragudni, mert egy idióta, és látszik, hogy az egész, amit csinál egy koreográfia, minden megnyilvánul. Az összes tweet, az összes beszéd, gyakorlatilag törzúz és rombol akárhova megy. Sőt, mi ez azok az utálatosságok, ez az LGBT, a homoszexuális program, azoknak eltörölte, azt hiszem, a Fehérháznak az oldaláról azt a részt, ami azokkal foglalkozott. Így megutáltatja magát mindazokkal az agymosottakkal a baloldalt, akik a politikai korrektséget képviselik, így az mindenki utálni fogja a keresztényeket, mert ő ugye keresztény, egy bigott keresztény, és eltörölte azt. Ugyanakkor a másik oldalon megutálja mindenki, hiszen ugyanezt tette a környezetvédelemmel kapcsolatos oldallal is, és támogatja a szénipart és a szénenergiát. Azok is utálni fogják. Egyszerűen mindenkit össze fog ugrasztani mindenkivel, de a legborzasztóbb az egészben, hogy ő egy gazdag, fehér férfi, így mindenki utálni fogja a fehér férfiakat. A férfiak így is óriási problémában vannak, aki ezt nem vette volna észre. Egyrészt a politikai korrektség, másrészt az ostoba feminista dolog miatt. A harmadik pedig hogy mondjam, ez a szabadságjogokért harcoló, ezek a balgák, akik egyenlőséget akarnak, nem tudom, minek hívják ezt. Ez a szociális igazság bohócok. Ők is utálják a fehér férfiakat. Szóval a fehér férfiak óriási problémában vannak. Na, ő egy gazda fehér férfi. Szóval Trump egyszerűen lerombol mindent, amit lehet. És mindezt úgy, hogy az emberek azt mondják rá, azt hiszik, hogy ők okosabbak, mint ő. Hogy ó, ez az idióta van ott. Közben meg ők ezen röhögnek ott szerintem úgy, hogy biztos ezért röhögtek ott azon a képen, amit feltettem a jezsuita évadzáróról. Hogy ez a sok bolond azt hiszi, nem is tudom, hogy fog. Hát remélem, hogy értető nagyjából, hogy mi az, amit mondanám. Ez egy koreográfia, ez így van kitalálva. Trump bármit megtehet. Ő 10%-ot hozzáadott a katonai költségvetéshez, ami így is nagyobb volt, mint az azt követő 15 másik ország. Úgyhogy Kína és Oroszország, Szaúd-Arábia és Izrael követi őket. És még a következő 12-nél, 11-jel együtt sincs annyi, mint az amerikai. És még ehhez hozzáadott 10%-ot, úgyhogy senki nem is volt fölháborodva. Bármit megtehet egy bolond. Lerombolja az egész dolgot, ami van. És ha abba belegondolunk, hogy micsoda kontraszt Obama után, akkor és még mindig nem esik le valakinek, hogy ez egy show, akkor sajnálom. Ha még mindig nem jön át, hogy ott volt a fekete, karizmatikus vezető, akit mindenki imádott annak ellenére, hogy tönkretett az egész országot, több háborút idézett elő, meg több embert ölt meg, mint bárki más, nagyobb államháztartási hiány lett, mint az előző összes elnök összesen, akkor nem tudom. Ennek ellenére mindenki szerette, azért, mert az egész egy show, az egész egy, mint egy PR kampány.
ugyanúgy adják el az elnököt, ugyanúgy adják el a politikust, a döntéseket, a szervezeteket, mint ahogy egy terméket. Úgy szerkesztik meg a tévében, úgy programozzák az embereket. Ugyanazok az emberek készítik a kampányt, akik készítik a reklámokat. És aki esetleg nem tudná, annak elárulom, pillanat. Obama kampánya nyerte a valamilyen PR versenynek a győztese lett 2008-ban, ez a lényeg. Nem tudom, hogy melyik. Á, mindegy, nem találom meg, de teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy pillanat, megpróbálom megkeresni. Igen. Itt van. Ez az ad age, ad az advertisement, ugye a advertising age, ez a hirdetés kora, vagy hirdetés kora, advertisement az ugye a hirdetés maga, az advertising age, marketer of the year, az év hirdetője, vagyis az év marketing programja. Obama 2008-as kampánya. He's been named Advertising Age Marketer of the Year 2008. 2008-ban Obama nyerte az év marketing kampánya címet. Úgyhogy megelőzte az Apple és a Zappos. Zappos ugye, aki a online cipőt árulja, aki elküldi a cipőt, felpróbálod és visszaküldheted, akarod. Ez Zappos. És Apple és Zappos megelőzve nyert. És még azt olvasom itt, hogy több száz ilyen szakember szavazott rá. A Association of National Advertisers, a nemzeti hirdetőknek a fóruma ez, és ennek az éves konferencián több százan szavaztak erre, és ő lett a 2008-ban az év kampánya. Úgyhogy ez az egész egy program gyakorlatilag. És mikor ezt elmondom az embereknek, akkor azt mondják, hogy ez nem így van, hogy csak hát ott van, le van írva. Megosztom, és aki akarja, elküldheti az ismerőseinek, hogy lássák, hogy mi a valóság, a valós valóság, nem az, amit ők azt gondolnak. Ez az egész egy show. Anyway. Szóval... Olyan dolgok, olyan szavakkal, mint hogy haladás, meg változás, meg ilyen ostoba dolgok. Közben több háborúban vettek részt, és nagyobb lett az államháztartási hiány, mint valaha. És ennek ellenére imádja a világ Obamát. Úgyhogy... Az atom egy hoax. A nukleáris, az egész nukleáris történet egy hoax, egy hazugság. Nincs radioaktivitás, és csak arra való, hogy féljenek az emberek. Biztos vannak nagy bombáik, meg nagy pusztítást tudnak végezni, de ez az atom, az egész, ami az atommal kapcsolatos, az egy hoax, egy hazugság. Úgyhogy attól fölösleges félni. Mindenkinek a legjobbakat, jövő héten folytatjuk, és
Ne felejtsétek el megosztani a dolgokat, meg kommentelni, meg részt venni, plusz a reklámokra kattintani. És azon kívül, meg ha jövő héten készít a kérdés, akkor még nagyszerűbb lesz az egész. Vagy írhatok hétközben, vagy akármi. De mindenkinek a legjobbakat is. Köszönet Yahuának mindenért, az egészért, hogy idáig eljutottunk. Úgyhogy halleluja. Minden jó. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!